Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra 12 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jó reggelt! Szevasztó! Feri, hello Jani. Hello. Szevasztó! Hello mindenkinek. Te jó itt a péntek, jön a hétvége. Igen. Ihaj, csuhaj, ma még egy picit lesz. Egy csapadék lesz, itt ott a délen, délkeleten kisebb zápor, némi léglökés, de holnap után már gyönyörű szép tavaszi idő lesz, reméljük olyan, mint amilyen tegnap, mert tegnap nem hogy tavasz idő volt, hanem már ilyen kora nyári. Hát egy 20-as volt a belvárosban. Jó idő volt, igen. Úristen, de szép idő volt. Igen. Már betettem a napszemcsimet is, tatyomba leporoltam, megmosogattam. Nem itt? Mit? A napszemcsimet. Ja, a napszemcsire. Ha véletlenül úgy alakulna, hogy belesüt, akkor földolvia. Én azt szinte egész télen hordom. Most kaptad elő? Aha, most. És érdekes egyébként, hogy mennyire elszokik az ember szeme. Aztán meg van nyáron, meg visszaszoksz, hogy képtelen vagy kint lenni a napon, úgyhogy nincsen rajta napszemüveg. Most például feltettem, és ilyen zavaró volt. Aztán vissza is tettem a tartóba. De hogy még sötét volt reggel az. Igen. Ezért történt. Hát és most már 20 fokokat mondanak, bizony, szóval most bizony. Már meg vagyunk szerintem. Vagy nem hát lesz rossz, nem lesz rossz ez, és utána pedig végig azt látja az ember, hogy fölmegy egy ilyen internetes portára, hogy megnézi az időjárást, hogy mondjuk két héten keresztül szinte csak napsütés. Igen, jó lesz. Mondjuk egyébként elfér. Ide ja, volt, ide jó igen. Lesz. Mi újság ide van? Volt. Milyen volt a tegnap? Történt valami izgi? Semmi? Hát én szétmásztam tegnap magam. Igen. Nagyon jól éreztem magam, igen, egyik kedves haverom itt volt Kanadából, aki kint él és dolgozik többek között olyan filmeken, mint például a kedvencetek, a Fiélete, stb. De ő csinálta? Persze, igen, aztán... Melyik részt csinálta? A Tigris szemét, vagy a... Mit csinált? Ilyen három animáción dolgozott? Persze, igen. Mi az? Nem tudom már, mi az, nem is animáció. Benne van a végén a stáblistában, az nagy A stúdió benne van, az ő konkrétan az ő főnöke vette át ugye a látványért járó Oscar díjat. Van valaki, akinek tetszik az a Fiélete? Biztos sokan megkajálták ezt a műspirituális marhaságot. Nem. Sokan fogékonyak erre. Csak van valaki. Én a Bombán földjén voltam így korábban, hogy na, hát nem értettem, hogy az kinek tetszett, de hát ízlések és pofonok, ugye, úgyhogy szóval tegnap ment vissza a haverom, és még egyet utoljára másznunk előtte, most utazik vissza Kanadába, aztán lehet, hogy egy kicsit később távozik Új-Zélandra, és akkor ott pedig a Hobbit folytatásában fog majd együttműködni Peter Jacksonnal és csapatával, úgyhogy egy picit sem irigylem emiatt az életmód miatt. Dehogy. Hát várjál azért, egyszer volt egy vendégünk, aki elmondta, hogy az Avataron dolgozott úgy, hogy napi 12 órát ült egy lesötétített stúdióban, annak a James Cameron nem találkozott. Ők ketten egyébként haverok egymással. Na igen, szóval hogy azért sokszor úgy van, hogy valahol a világ másik oldalán egy stúdióba elküldik neked egy lezárt borítékba, és ülsz egy gép előtt, és dolgozol a Tigris szemén 48 ezer munkaórát, és tiéd csak a Tigris szeme a Bi életéből. És a végén megdicsek, hogy úgy csillogott te, úgy csillogott, hogy te hallod. De megértetted, hogy nem került bele a végső változat. Ja, igen, és a végső változat lehet, hogy kivágják, és a James Cameron valaki helyette elküld egy ilyen általános köszönő levet, köszönjük, nagyon szép lett a Tigris szeme. Sajnos sem tudjuk használni, mert kikerült. Azon a kockán dolgozott, ami a büdös életben nem került hát adásba. Attila Haveron konkrétan dolgozott például Harry Potter pattanásain. Na ezért mondom, hosszú időn keresztül, még így a korábbi részekben leeltüntette, mert hát ugye akkor még ugye... Fiatal fiúcska volt. Pubertált egy kicsit, és hát volt egy-két ilyen kis problémás rész az arcán, és azokat tüntett el, hogy mégis a tini lányok azért ne csalódjanak. Szóval ez izgalmasnak hangzik, de hát nyilván valaki szereti ezt, hogy ott pepecsel egy gép előtt, és 68 óráig szemezik egy pattanásról, akkor ez jó, de hogy azért ez a legkevésbé szól arról, hogy partik rendezők, fiatal feltörekvő csajok, és nem tudom, kik között mozogsz. Azokra nagyon... a partikra őt már nem hívják. Igen. Meg... Tehát, hogy ezt így kik közvetítik. De csajozni ezzel lehet, hogy én voltam a pattanás Harry Potter osztán, vagy én voltam a nem pattanás. Lehet. Én voltam a Tigris szeme. Igen. És ő így ment ki, így vágott neki a világnak, hogy tudta, hogy ezt akarja csinálni, vagy véletlenül. Hát ez egy olyan szakma, ami gyakorlatilag a világ minden pontján kompatibilis az ott dolgozóknak a melójával, nyilván a nyelvet beszél, és akkor hát így egyik munka hozta a másikat. Elkezdett itt kisebb filmekben, aztán egy hosszú évek során, tehát egy elég komoly szakember, és akkor egy hosszú évek során így beépült így a tudatba, és hát ugye a referenciája az meg olyan. Uh-huh. És hát vannak filmek, amiket ugye nem lehet visszautasítani, tehát hogyha valakinek például a Hobbit belekerül így a referenciái közé, vagy ne adj Isten ugye az Avatar, akkor onnantól kezdve de már nincs megállás, nem kell sokat magyarázkodni. Igen, hogy mit csinált eddig fiatal ember, és akkor meg felmutatott, hogy Avatar. Igen, az elég jó referencia. Az elég jó referencia, úgyhogy onnan már nem kell nagyon állást keresni. Nem? Így van.
Hát most már csak ilyen filmek vannak, ahova ilyen 3D-s, meg nem tudom, milyen trükkök, meg... Nincs már rendes mozi, csak ez a... Nincs már rendes mozi, csak a Robert De Niro-t láttam most, ami bemutatóba hosszú hajjal szakállal, jön valami ilyen vígjátékba megint. De az se tűnik túl erősnek. És még mi nem erős? Néztél valamit? Hát igen, mi hát erős? Mondtad, hogy el fogsz menni. Nem veszem el senkinek. Megnézed az új Tomot. Róla beszél? Nem érdekes. Szerintem, aki akarja, az úgyis megzene. Én most független attól, hogy tisztelen becsülöm a véleményedet, el is ismerem néha, hogy igazad van, valamikor meg nem. Nem érdekes. Én úgyis meg fogom nézni a filmet, mert nagyon kíváncsi vagyok rá. Csak a te véleményedre vagyok kíváncsi. Ez csak a te saját privát véleményed. Tetszett, nem tetszett. Aha, szóval igen. Szóval nagyon jó van. Szóval nagyon jó a szarom. Nem akarom senkinek elvenni a kedvét. Nem akarom. Én már tényleg nem volt erőm sehova elmenni tegnap, sehova, mert elég búzós napom volt. Hazafelé tartván egyébként az egyik barátom kicsit erőszakkal rábeszélt, hogy még valahol játsszák 11-kor, vagy nem tudom, már éppen otthon. Nem mondom, visszamegyek. Mondom, csak a te kedvéért. Hát legyen. Aludnom kéne. A családom már azt gondolja, ágyban vagyok. Otthon alszom, 1:30-kor tántorogtam ki a moziból, vagy ilyen 1:45-kor. Tehát ilyen Jézus Isten, tudod. De nagyon szittem magam, hogy én barom, miért már otthon voltam, majdnem otthon voltam, miért fordultam vissza. Nagyon rossz film, Jani. Nagyon? Én elég kritikus vagyok, nagyon rossz film, szerintem. Tom ugyanabból a 4 kliséből dolgozik, amiből már dolgozott a Becsületbeli ügyben 1992-ben Demi Moore oldalán, és a sztori önmagában egyébként jó, de a legrosszabb ilyen elcsépelt ilyen amerikai klisék, tudod, amikor egy valakit hőssé választanak és megtapsolják, és a rossz már éppen majdnem lelövi a jót, már rászegezi a kis lézereit, meg nem tudom, de ebben a pillanatban hátulról megjelenik valaki, lelövi, a gonosz leesik, és mutatják, hogy ott volt. Összenéznek, bólintanak, majd futnak tovább. Tudod, ez amikor így, jaj, tudod, és hogy miért kell? És lassítva futnak? Van olyan, hogy... Nincs ilyen Matrixos John Woo-s, ilyen lassított futás, mert a Matrixek a John Woo-nak nem sok köze van egymáshoz. Galambok se szállnak, mint a Mission Impossible. Nem jó. De az szóval, amerikai hogy... zászlót mutatják. Az sincs. Nincsen már. Az első 20 perc nagyon látványos. Tehát az alaptörténet az annyi tulajdonképpen, hogy a Földet megszállták. Imádom az ilyen filmeket, de tényleg. A Földet megszállták a rosszak. Aha. Az UFO-k. Akiket mi legyőztünk, viszont a Földet elpusztítottuk. Tehát atomot kellett bevetnünk, elűztük a rosszakat, viszont lakhatatlan lett a bolygó. A Szaturnusz egyik holdján lakik már az emberiség, 2070 akármennyit írunk, és hatalmas, ilyen nem is tudom milyen brutál nagy építményekből szívják ki a tengervizet azért, hogy abból valamilyen fúziós energiát csináljanak maguknak az emberek a Szaturnuszra. És ezeket a nagy erődítményeket kell Tomnak itt ragadva még a Földön védenie az UFO-któl. Aha. Ja, hogy innen szívják ki a petrol. Innen szívják ki, és brutál technikával van megcsinálva, ilyen hatalmas, nagy kocka alakú építmények lebegnek a tengerek fölött, és ilyen nagy, ilyen szívó, ilyen töltséről, nem tudom, szívják föl a tengervizet. Abban van a fúziós energia, az emberiség már Szaturnusz holdján lakik. És lebeg a Föld fölött egy rohadt nagy űrhajó, amiben az emberek irányítják az ott maradottakat a Földön. Na és akkor innen jön a csavar, brutál technikával megcsinálva. Hogy szittem magam, hogy miért nem mentem haza? Hogy már ott voltam, már nyomtam a garázskaput. Hogy már itthon vagyok. Már hazaérek. És visszafordultál. És mindjárt ott vagyok a meleg ágyban. Mert egy picit még ott volt benned a koktél, ott volt benned a Top Gun, ott volt benned a korai tini élmények, amikor még Tom csillogott, amikor még úgy érezte az ember. Nincs benne odai. Egy jól megformált, jól kitalált Földön kívül. Nincs benne egy igazán gonoszan, ilyen Ridley Scottosan ábrázolt lény, amit nem tudsz meg semmi, csak az egész ilyen nagyon steril. Szerelem van benne, Tom nyilván beleszeret. A legszebb nő, a másik főhős, aki meghal, de nem hal meg, könnyezik, búcsúcsó, gyerek a végén befut. Tehát ilyen, én nem tudom, hogy miért kell mindent ilyen egy kaptafára csinálni. Tudod, ez a klasszik, ilyen függetlenség napja, ilyen magához öleni, hogy az egész tapsol mindenki. Az egész család bemenjen. Papa, mama, gyerekek, mindenki kézen fogva besétáljon a moziba, vásároljon, utána pedig elégedetten vagy kevésbé elégedetten. Sajnos az a baj, hogy így van. Ott hagyva. Tehát hol van már ehhez egy bolygó neve halál, vagy egy Alien 3, amikor üvölt, itt van, csukjátok a kettes folyosót, itt van mögöttem, zárjátok, tudod. Úristen, David Fincher rendezte ugye a harmadik rész, az Alien 3. Hát az annyira tökéletes, ott nincs benne érzelem, nincs benne szerelem, nincs benne semmi.
csak az, hogy mindvégig velünk volt. És kiderül, hogy ott volt. Ezt tudom ajánlani a közelgő Evil Dead remake-et mindenkinek. Ott például megkérdezték a rendezőt, hogy foglalkozik a politikai korrektséggel, illetve a különböző besorolások, és mondta, hogy nem. Nem. Mert hogy egy ilyen filmnél nem szokás. Szóval igen, egy District 9, egy 9-es körzet, de még akár a Ridley Scottnak is a legújabb filmje, vagy tényleg egy... Szóval, hogy nem jó ez a vonal, de mindenki menjen el, nézze meg. A látvány brutális, szerintem senkinek nem akar elvenni a kedvét. Rohadt rossz film. Sajnos, az amerikai klisék miatt. Szerintem, akit érdekel, az így is megnézi, az kifélfalok. Az első fél órában le leszel nyűgözve. Meg fogják nézni. És amikor rájössz ezekre, tudod, a két karakter küzd egymással, akik még nem hisznek egymásban, hogy a másik jó, de az egyik megmenti a másik életét. Lelövik a rosszat, egymásra néznek, bólintanak, és elfutnak. De tudod, különböző irányban. De már együtt, de ők már tudják, hogy innentől kezdve már tudod, ez a Robin Hood 1900 tolvajok fejedelme, nem tudom, Kevin Costner, akkor 93, tudod, tehát akkor ez jó volt, mikor egy élvesző lett, ránéz, és akkor elfut. Hát figyelj ezt, hát most kérted, hogy mondjam el, nem akartam elvenni a kedvet. De, hogy nem, ez egy privát vélemény, mint ahogy mondtam például a Bombák földje, mi csomó embernek tetszett, én elképesztően rossz filmnek tartom, tehát tiszteletben tartjuk mások a véleményt. Stomnak is volt egyébként nagyon jó, tudományos, fantasztikus műve annak idején, ugye a külön vélemény, az kifejezetten jó volt. Na, például az nagyon tetszett. Csinált, az egy nagyon jó film szerintem. Na, ennyi. És az is kapott hideget, meleget annak idején. Bekaphatott, most azért is megnézem, írja valaki. Nem számít sem. Én csak a zsebetekben akarok adni 1500 forintot, de nézzétek meg, mi a címe. Meg Balázs választékosan fogalmaz ékes szólóan, és tényleg nagyon képszerűen, ha becsukod a szemed, szinte már ott, hogy de azért nem ugyanazért, hogy tényleg mindenki nézze meg, nem. Csak kérdezted, hogy milyen volt, akkor már elmondom, nem akartam róla beszélni. Nem tudom, mi a címe, egy feledés? Vagy nem? Igen. Feledés? Igen. És ez a filmre is igaz akkor ezek szerint. Feledés, hogy ítél. Hogy ebből mennyi jót lehetett volna, nagyon sok pénzbe került. Este 11-kor mozival, nem vagy normál. De maga már otthon voltam. Tehát, hogy már így hajtottam álomra a fejem, mikor megcsinált, mit csinálsz? Fél után megállt a garázsajtó. Igen, menjünk el moziba. Ah, nem, mondom, ne, ezt nem akarhatod tőlem. Csak egyedül voltam otthon, mondom, jó, hát legyen. Hát a barát az barát. Fél kettőkor kitámolyogtunk. Kitámolyogtunk a moziból, úgyhogy, de hát igen, na mindegy. Úgyhogy ez volt. Nagy székes jegyet kellett volna venni, tudod, vannak olyan mozik, ahol van a hátul ilyen egyes nagy bőrfotel, és akkor ott aludtál volna negyed. Hátra döntötted volna. Kicsit ledöntöd. Van az a. Popcorn még elrágod, és aztán a film negyedénél elalszol. Mert egyébként gondolkoztam, kijöttem a moziból, mondom, mi van, ha bejövök ide, és leheveredek ide a kanapén. Egyébként viszel be magad a török között fogkefét, kis papucsot, és ott csosszoktál volna, ez a Balázs mit csinál? Csinálja, fogod most jövő. De nem a moziba, ide. Ha itt most van egy ágy, akkor szerintem nem megyek haza. Az a baj, a kanapé ez egy hosszú távon kényelmetlen, meg rövid. De ha itt most van egy ágy valahol a szobám, akkor bejövök ide. Én támogatnám az ötletet egyébként, hogy itt nekünk legyen legalább egy ágyunk. De mondjuk egy kihajtható. Mindent jó, nekem egy kis fotelág is jó. Hogy tudjunk együtt aludni, azért kihajtható. Ha valaki esetleg olyan szituba kerül, érted? Korán reggel ugye a munka az első. Hát persze. Hogyha esetleg úgy hozza az élet, akkor itt meg lehessen egy picit borulni. Tehát kicsit elragad az éjszaka, akkor már nem kell hazamenni. Azt ennyi, ha nem. Kész. Kicsit hajnalban betakargattok itt, amikor megjöttök 5 óra fél 6 körül. De van egy multifunkciós kanapénk. Tehát, hogy itt azért így van, üzleti tárgyalásokra, beszélgetésekre, megpihenésekre, alvásra, evésre. Lenne öltöző szekrénye mindenkinek? Igen. Törölközővel, fogkrémmel, fogkrémmel. Így van, váltás ruhával, váltás fehér neművel. Már csak egy tusoló kéne. Á, az már ne. Megint Feri a tudományos, fantasztikus területre tévedtél. Na mindegy, elmondjam a csavart, hogy mi a csavart? De az akkora rohadékság. Annál nincs szemetebb dolog, mint amikor az a sztori vége, és arról szól, hogy akkor is az történik benne. Ilyen maga a sztori szerintem egyébként jó. Na mindegy, tegnap megnéztem 00:30-tól, írja valaki. Na! Ha éjjel 00:30-től, az igazi. Na, igen. Látod? Már mindjárt érzem magad a bőrödben. Nagyon vártam szarul. Én nem tudom, ha most hallgatnék egy rádióműsort, ahol elmondják az egyik filmről a véleményeket, nekem nem vennél a kedvem. Senki. Ha én meg akarok nézni, úgyis megyek. Sőt, szeretem azokat a filmeket, amire mindenki azt mondja, hogy rossz, már csak azért is megnézem. Aha, mert ugye a dolognak van egy másik olvasata is, tehát hogyha meg nem mondod el, akkor meg lehet, hogy ugyanaz az ember, aki adott esetben szid azért, mert beszéltél a filmről, majd azért szid, hogy tudtam, hogy megnézted, miért nem mondtad, hogy én nem dobom ki a pénzt az ablakon, ha mondod, hogy milyen.
hát, ha nem szólsz róla. Értem, tehát, hogy meg lehet fordítani ezt a dolgot, hogyha ha elmondod, az a baj, ha nem mondod el, az a baj, de egyébként... Ha 70-es vagy, az a baj, ha 20-as vagy, az a baj, 30-as vagy, az a baj. De így pont jó volt, kicsit belógattad, elmennek az emberek. Belógattam a sztorit. Belógattam a volna. Sztorit. Ott van például a Hobbit, a nagy utazás. Na hát te például soha nem fogom megnézni. Na tessék, hát ez engem zavar. Soha. Hogy zavarna? Úgyis megnézem, akármit mondasz róla. De rossz. Hallod, soha. Nem nézem meg egy ilyen gyűrűk uráról, még egy 8. bőrt lehúzott kicsi ez apró... Ez az előzmény. Apró koboldok rohannak. Eleve az összes Hobbit idegesítő. Tessék? Ez az első filmes bőr, ha csak nem készült valami. Jó, de az előzmény filmek azok mindig a három nagy slágerről lehúzott, akkor most mit csinálj mi, Hannibal, mit csinálj? Amit csinálj, meg csináljuk meg a Hannibal előzményt, és akkor mi megcsináljuk a Hannibal előzményt, meg az előzmény előzményt, meg csináljuk meg, mikor Hannibal gyerek volt, meg még meg se született a Hannibal nagyapjáról forgassuk. Az előzmények már mind egyébként ugye az utólagos jó filmekről való újabb bőrlehúzás, nem? Igen. Hát tulajdonképpen ezek az előzmény filmek. Csak azt mondják, hogy hát most akkor ez előzmény. De mondjuk ez jó, de ez úgy előzmény, hogy ugye ez a Babó című könyvből készült, tehát igen. Hogy ez gyakorlatilag ez tényleg az eleje a sztorinak. Egy kitalált sztori, ez végül is ez Tolkien, meg hát Peter Jackson. Meg hogyha én abból indulok ki, hogy mit láttam először Peter Jacksontól, akkor nyilván nem lennék kíváncsi annyira a Gyűrűk Ura, mert hogy nekem a kedvenc filmtől a Hulla jó, ami egy ilyen gyakorlatilag egy zombi horror komédia, paródia. Egy horror paródia. Minden idők legjobb horror paródia szerintem. De hogyha abból indulok ki, akkor nyilván csalódást kellett volna, hogy okozzon nekem a Gyűrűk Ura trilógia, de nem okozott, sőt. Az a baj most, ha valaki egyébként nem filmszerető, elvesztettük 20 percet, tehát nincs már velünk. Én is csak így nem, annak kezdve csinálok. Ennek is van egy másik olvasata. István Daniékat hallgatja, hogy a Kossuth Rádió, tehát hogy más szegény nem nagyon tud. De hogy valahogy igazából egy szemtől szemben, mint a Michael Mann-nek a filmje, vagy egy hetedik a Finchernek a filmje. Vagy. Szóval annyira eltűntek ezek a filmek, hogy én nem tudok már. A sorozatok sokkal jobbak. És ez a kétórás hollywoodi blödli filmek nincs már. Tehát nem kapom fel a fejem egy olyanra, hogy Al Pacino és Robert De Niro együtt játszik. Mert berakták őket egy közös ilyen rendőrmúviba, rém rossz volt. Tehát az elmúlt években nincsenek már igazán tartalmas, jó, olyan filmek, amikről kijössz, egy-egy így beesik, mondjuk tényleg egy 9-es körzet vagy ez. Erre de hogy így, ilyen nagy igazi kétórás komoly rendőrfilm, vagy sorozatgyilkosos film, nem látsz már ilyet. Nem egy Kevin Spacey-vel, vagy egy Morgan Freeman-vel, hát ebbe is játszik a Morgan Freeman, bárcsak ne játszon a szépen. Ufót. Tessék? Ufót. Ufót. Ah, ő játszik. Ufót. Szegényeknek ilyet kell elvárni. De nincsenek már ilyen filmek. Emlékszel pedig tényleg egy szemtől szembe egy Michael Mann-re, egy Robert De Niro, Al Pacino, Val Kilmer, és még Jézusom, nem? Hát amikor ők ott ketten leülnek abba az étterembe beszélgetni. Hát igen, ezek ilyen mágikus pillanatok. Nincs ilyen már az elmúlt 5-10 évben. Mert nincs egy lóvé. Egy ilyen Oblivion, egy ilyen feledés, azt tudod, hogy 45-ször annyi pénzbe kerül, mint egyébként a szemtől szembe, tehát hogy az szerintem nem is a pénzen múlik. Nem tudom, mint a hűlnének ott kint, nem? De azért jó filmek azért bőven akadnak, azt te is tudod. Hogy... Vannak jó filmek, de néha egy francia vagy egy norvég film már sokkal jobban bejön nekem egyébként. Nem lehet, van. Hogy azért nem tettek meg hajnali egy az egy jó film. Az Imbrüzs az egy nagyon jó. Az egy jó film, az egy Colin Farrell film. Az teljesen beteg, de az egy jó film. Mondjad? Hogy délután nézted volna, meg lehet, hogy jobban tetszik, mint hajnali egytől. Mit hajnali egy, mondom, negyed, kettő, fél kettő, akkor jött egy én barom. Igen, egykor még gyilkolták egymást. Igen. Na mindegy. Jól van. Hogy állunk játékkal? Hogy? Elég jól. Kérdezed, hogy hogy? 4-0. Elég jól. Igen? Aha. 4-0. 4-0. Tét nélkül tudunk játszani, felszabadult a jókedvűem? Így van. Nagyon jó. Akartam valamit mondani? Én akartam mondani valamit, hogy a Győrnek szerintem gratulálhatunk, amiért bejutott a kézilabda BL döntőben, mert tegnap egy óriási játékot produkálva, egy góllal elbukva a BL elődöntőt, de ugye korábban Romániában két gólos előnyt szereztek, és ezáltal gyakorlatilag bejutottak a BL döntőbe, és most hatalmas szanszuk van arra, hogy BL győztesek legyenek, és hát ez így... Azért ez egy elég nagy dolog, főleg úgy, hogy azt mondja, hogy az utolsó 9 percben még 6 góllal vezetett a Valcsa ellenük. És mindez ugye olyan előzmények után, hát is hallottátok, hogy azzal próbálták meg ezt a meccset így propagálni, reklámozni, hogy görbicanítanak a mezét, tépkerték, fújták, taposták. Ezt nem is értettem, hogy ez reklám volt? Igen, hát ezt ők így akarták így feltüzelni a szurkolókat a fair play jegyében. És akkor az utolsó adverzben 5-öt még bevártak a hát gyakorlatilag annyi történt, hogy
9 perccel a mérkőzés befejezés előtt még abszolút nekik állt az ászló. Aztán egy picit elhitték, hogy, hogy ők fognak már bekerülni, és hát ez hiba volt, mert hogy 60 percig beindult a Győri. Henger. Henger, így van. Mi nem akar sport szerkeszteni, hogy beindult gyerek. A Győri Henger. Beindult a Győri szív. Na jó, lehet jelentkezni játékra, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. Ez jól áll. Hogy? Hogy ám? 8:20 pontosan, 7 óra, hello mindenkinek. Itt vagyunk, péntek van a hét utolsó napja. Jó, hey! Ez jó, mármint a hét utolsó napja a munka szempontjából, legalábbis nekünk. Ha mondjuk hétfő lenne, és kinéznék az ablakon, azt most nagyon nehezen bírnám. Akkor egy picit nyomasztóba válna itt a hangulat bent a stúdióban, akkor, be, akkor azonnal keresnénk egy jó foraf klubot, hogy visszarek. Vagy egy jó Carpe Diemet. Igen. Jó álomhajónál is. De azért ma is beizzíthatnánk egy jó kis Saragoza Benguet, vagy Ottavát. Keresem, nézem, kutatom. Ja, csináljuk meg valamikor újra ezt a retrót. Szerintem én ezt nagyon szerettem. Hát, van majd még merítés. Vagy a külföldi retró. Vannak még. Egy jó, tényleg egy jó Foref Club, vagy egy jó álomhajó Carpe Diem, vagy egy jó Happy Gang, az engem mindig jobb kedved derít. Egy jó Hip Hop Boys hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe, nem mondta, hogy nem lesz. Aha, jobb kedved. Egy jó Happy Gang? Micsoda? Aha. Egy jó Happy Gang-el? Ez mekkora paradoxon. De jó tud az lenni. Hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe. Ja. Milyen alak ez a lala hely? Ja, az, de igen, az Happy Gang, de nem erre a Happy Gang-re gondoltam, de van ami jó, sokáig voltam távol. Feldolgozás, igen, de hogy azért az nem rossz. Egy jó Baby Sistert nem csinált. Jó az. Na valamikor csinálunk meg itt egy ilyen napot. A magyar retro az még jobb, szerintem. Ahhoz nagyon sok ember kötődik. Vagy nagyon sok olyan emlék van, ami eszedből itt ezen dolgok alatt. Érzelmileg az sokkal jobban megmozgatja az embert. Még akkor is, hogyha nem az ilyen jellegű zenéket hallgatott. De mondjuk azokat nem lehetett nem hallgatni. Mindenhol. Nem tudtad. Persze, hát a nagy diszkó korszak a 96-tól 2002-2003-ig tartott. Hát az... Sőt, már előbb elindult, ilyen 94-95 körül. Akkor mindenki ezt hallgatta. Na jó, van, tét nélkül ugyan, de játszunk valakivel, mert egy 4-0, de még valaki egy ajándékcsomagot nyerhet, úgyhogy már is játszunk. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Ránkóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Hello. Gyuri? Gyuri, igen. Hello, Gyuri, honnan telefonálsz? Hát most egészen pontosan Gyömrőről, egy horgásztó mellől, de amúgy ülő. Hoppá. Gyömrő egy horgásztó vagy. De jó neked. Természet, hát, horgászás. Így van. Mióta? Mióta vagy kint? Hát körülbelül egy 3/4 órája. És még semmi? Egy kapás se? Hát egy pici kapásom volt, de nem olyan veszélyes. Az nem tűnik soknak. Az nem tűnik soknak. Mire mész, vagy mi a cél? Hát igazság szerint pontyot szeretnék fogni, de hát amilyen. Pontja az kukorica? Nem értek ez. Igen, mire így megy? Van. Csemege kukorica. Csemege kukorica, igen. Mennek még ezek a vaníliás kukorica meg hasonló okosságok? Mint... Hát itt ezen a tavon nem igazán, de máshol szokott. Hihetetlen csalikat találtak ki, meg találnak ki, még mind a mai napig, én mindig rácsodálkoztam. Picit, hogy falat hoztam is volna belőlük. Sose akartam megkóstolni. Volt a közelünkben egy ilyen horgászbolt, és oda járogattam be. Egyrészt azért, mert a kirakatba a repülőgép modelleket raktak, és egyébként majdnem kajálni is, mert mindig tökély illatok terjedtek. Ráadásul ugye mindenem ilyen zizi, meg pufi, meg ilyeneket is lehetett kapni, mert azok között is előszeretettel használták a horgászok, és az a vaníliás kukorica ez mindig így beütött nálam. És megy még a gerebézés? Azzal még lehet halat fogni? Nem, de az avart össze lesz szedni. Nem igazán szoktam. Nem szép dolog. Igen. Na jól van, kivel akarsz játszani? Hát, Janival. Jaj, te rendes vagy, köszi szépen. Legyen Jani. Jó, indítjuk az órát. Egy percet van. Figyelj, hát tétje abból a szempontból nincs már nekünk, hogy megnyertük a hetet. Ez nekünk a legfontosabb. Viszont neked van, mert ha nyersz, akkor ajándékcsomag. Jó? És a vaníliás kukorica úgyis összeköt benneteket. Jaj, így van, így van. Mehetünk? Mehetünk, igen. Na, 3-2-1, tessék. Na. Gyömrőre szoktál mindig járni horgászni? Hát más helyekre is el szoktam menni. Gomba, Úri. Hova? Gomba, Úri.
A gyömrői tó azt telepített? Ilyen mesterséges tó? Mesterséges és intenzíven telepített tó. De élővizekre is mész? Szoktam. Egyedül vagy most? De szoktam. Egyedül. Egyedül. Horgásztársak szoktak veled menni? Hát néha haverok. Aha, baráti társaság is horgászik? Így van. Hát sok barátom horgászik, sokan szeretik. És amúgy te szeretsz horgászni? Régen kedveltem, járogattam ide-oda apámmal. Téged kivitt ki először? Hú, azt mondja, hogy Délegyháza, Lőrinci, ha. Fonó, horgásztó, ott voltál már? Arra fele. Hát, bent van a háza között egy ilyen kis tó. Volt. Hát ez igen, véleményes. Pont elkezdtem nosztalgiázni. Igen. Már Gyuri? Tessék? Hát figyelj, lejárt az egy perc. Na, az de, jó. Hát, megadjuk, de hogy ez légy igen. Légy. Nagy vonalúak vagyunk, de hogy azért ez a passzivitás határát súrolta. De megadjuk. Péntek is van, eső is esik, fiú. Nem beszéltél túl sokat, de megvan az ajándékcsomag, megadjuk neked. Jó, de jó, nagyon szépen köszönöm. Jó? Jó, szuper. Na. Nagyon szuper. Jól van akkor. Oké, küldjük az ajándékcsomagot, köszi. Jó, rendben, köszönöm, sziasztok. Hello, ciao. Szia. Nem lehet kiabálni, nem lehet érted nagyon tempózni, elijednek a halak. Ja, igen. Szépen lassan halkan. Persze, csak úgy beszél. Majdnem, hogy passzív volt egyébként. Nem? Nem éreztétek? Dehogy nem. Ugye? Hát. De megadjuk igazából, nem. De elragadtak az érzelmet, biztos én voltam azok, a hirtelen eszembe jutott. De Délegyházára nem jártatok horgászni, a csajokat néztétek szerintem. Egyszer mentünk el, semmit nem fogtunk, az egész egy kiábrándító hétvége volt, illetve egy nap volt, amikor oda mentünk, az borzasztó volt. De ez a Lőrinci Fonó horgásztó, az egyébként egy tényleg nagyon izgalmas hely, mert hogy egy ilyen kis kertvárosi részen van, ugye, ott közvetlenül a Gyömrői mellett, és így kertes házak között. Én amikor először jártam ott gyerekkoromban, akkor teljesen meglepődtem, hogy kertesház, tó. Tehát így gyakorlatilag bent az utcában. A Gyuri bácsi az ablakból horgászik. Egyébként igen. És ismertük a tó ellenőrének, őrének, illetve őrét ismertük, és akkor oda lejárogattunk. És tök jó volt, tök jó, milyen kis hangulata volt az egésznek. És minden halért megküzdöttük. Volt, hogy apám... De most mondtad, hogy nem fogtatok semmit. Hát nem, ott igen, Délegyházán, nem, de ott azon a kis tavon sokszor. Na jó, van 7 óra van pontosan, közlekedési híreket várunk, 0670-645-00-00 az SMS számunk, mi pedig jövünk a hírek után. 4:08 van pontosan, jó reggelt mindenkinek. Budai alsó rakpart, oda-vissza sűrű a forgalom, de járható. A Bránermeister küldte nekünk, köszönjük szépen. Jó neved van. Hát ez ugye amerikai pitéből. Igen, a Bránermeister, igen, jó film. A 3-as főúton megszűnt a félpályás útzára 77-es kilométernél, üdv Ati. Valamint Csornán a 85-ös úton napok óta ugyanott áll egy fehér Seat, trafipax benne egy rendőrruhás csontvált. Szóltnátok a kapitányságon, hogy elfelejtették, valaki csináljon valamit. M3-as Gyöngyös Budapest között akadálymentes és jó járható, valamint az M6-os 42-es kilométerénél Pécs felé készül egy finom kis trafipax, mindenki menjen rá, ráadásul 100-as tábla van állítólag. Köszönjük szépen! Ezek a legfrissebbek egyelőre. Napsütés, jó idő, bár valahol írják, hogy esik az eső, Zuglóban, ja igen, Zuglóban baleset. De hogy hol olvastam, hogy esik az eső? Valahol olvastam, hogy esik az eső, mindegy, már nem sokáig, egész hétvégén jó idő lesz, 15-20 fok. Na most már azért csak május van, két hét múlva. Hát itt ez jó lesz, de már holnap is nagyon jó idő lesz, majd meglátjátok. Legyünk bizakodók. Többen írják egyébként, hogy a játék közben kimondtam én egyszer az igent. És? Most nem hallgattuk vissza, mert hogy a játékos elvitte a csomagot, tehát hogy igazából ez már csak részletkérdés. Nincsen semmiféle jelentőség. Kimondtam akkor a nemet, amikor egy 30 évvel ezelőtti élményemet is felidéztem Délegyházával kapcsolatban. 30 évvel ezelőtt. Köszönöm. Most jobb, azóta sokkal. Jobb a helyzet ott. Biztos, hogy 30 évvel ezelőtt gyerekkor élve. Biztos, hogy ugyanolyan rossz, mint ahogy elmondtad akkor. Nem. Biztos, hogy nem értem, miért kell negatív reklámot csinálni, egyszerűen tényleg nem értem. 30 évvel ezelőtt történt az, és mi voltunk a béna. Ja, csak hogy a hallgatók is értsék, valaki megírta, hogy most miért csinálsz te negatív többen reklámot. Többen is megírták, a Délegyházi tavaknak. Igen, ketten. Na, és akkor ebben ez a lényeg, hogy 30 évvel ezelőtti történetet meséltél el egyébként 7 óra előtt.
Csak igen, hát vannak ezek az úgynevezett felületes, felszínes hallgatók. Elkap két foszlányt a 10 perces gondolatmenetből, és utána felháborodott hangvételű SMS. De írt egyébként Tom Cruise is valahol itt van egy SMS, igen, hogy lehúztam a sérvét reggel. Igen, de azt legalább szellemes, érted? Hát a Tomír az szellemes. Igen, mert hogy beszéltünk az ő filmjéről is, igen. Na, egy megvadult francia hót agyonharapott egy pecást, ha már így a horgászatnál tartunk. Hát azért ezt próbáljuk megfejteni, hogy ez hogy lehetett. A pasi le akarta fotózni. Ráadásul állítólag ez egy elég agresszív hód volt, amit én kicsit nehezen tudok elképzelni, hogy nem ismerem a hódokat, de hogy van? Vérhód. Ez egy belorussziai város közelében történt, két barátjával horgászni indult a tavakhoz, amikor észrevette az okos, hogy ott áldogál a hód az út mentén. Csalogatta. Csalogatta hód. Megálltak, és a pecás a közelébe ment, hogy lefotózza. Az állat azonban hirtelen rátámadt, és megharapta a combját. Hoppá. A combját. A barátai megpróbálták bekötözni a sebet, de a harapás annyira rossz helyen találta el emberünk combját, hogy főartériát ért, és egész elvérzett. Egyszerűen elvérzett. A hód nem mond már. De a hód még néhányat beleharapott, és utána angolosan távozott. És elhunyt a kedves sportás. Igen. És hát ez a nekrológban, hogy milyen rosszul adja magát, hogy hódharapás végzett vele. Én nem ismerem a hódokat, de hogy ezek ilyenek, vagy ez valami ilyen turbosított. Én a hódot egy ilyen pici, aranyos, kedves, ilyen kis farágó állat. Na, ezt gondolta a horgász is. Igen. Mekkora egy hód? Olyan 10-15 kiló körüli. 15 kiló? Hát ez nem egy nagy állat, nem? Nagyobb, mint egy csíva, de kisebb, mint egy fekete orszad. Annál mindenféle. Jó belőtt. Figyelj, lehet, hogy ez a hód éppen várat épített. Vagy várat szeretett volna építeni. Lehet, hogy ő az otthonát védte valójában. Lehet, hogy ő egy intelligensebb hód volt. Már felismerte azt, hogy ott megjelenek az emberek, és mindenféle horgászati tevékenységet fognak végezni, akkor az ő nyugalmának lőttek. Nem fogja tudni a kis csemetéit felnevelni. És ezért ő egy vérhóddá változik, és támad? És azt mondja, hogy akkor ő ezt megelőzi, ezt a dolgot. De a hód az pont olyan, amit meg akar simogatni, amit kedves állat, még egy baromi nagy fogai vannak, tehát egy erős fogszabályzás azért ráfér, legalábbis, hogy ábrázolja. A két első nagyon működik. Igen, de ahogy ábrázolják mesékben, egy aranyos állatnak tűnik a hód. Én nem járok sokat ilyen természetben, hódok közé. Ők rejtőzködő életmódot élnek, nehéz velük így találkozni. Igen. Nem lehet, hogy azt hitt, hogy faláb, és hogy... Igen, és gyorsan anyagnak. Nem tudom, én látok egy hódot, én simán odaengedem a gyereket, hogy gyere hód, simogassuk meg. Kicsi, apró, nagyfarkú, ilyen kis bundás állat, nem? Aha. Ráadásul, ha a gyerek otthon blendi fogkrémet használ, akkor a gyerekbár figura, és a gyerekkoromban 30 évvel ezelőtt az kicsi, volt. Apró, nagyfarkú, erről mondjuk sokan magukra ismernek, de hogy... igen, de hogy továbbra is a hódokról beszélem. És támaszkodik a farkán. Köszönöm, hogy átdobta a labdát nekem. Szólj valamit erről, te is. De nem így van? Sétálsz a gyerekkel az erdőbe. Azt mondja, apa, ott egy hód. Na menj, simogasd meg. Menj, kisgyermekem, fuss, szaladj, nézd, hogy rohan, hát mindjárt találkozik a hóddal. Erre jön ez a vérhód, és aljas módon beleharap a combjába. Egyébként nem ez az első támadás, mert 2003-ban egy szarvasmarha tenyésztő támadott, mert valószínűleg ugyanebben a városban ugyanez a hód. Megpróbálta kihajítani a pajtába betévet állatot, az megmarta. Jött az egyik alkalmazottja ugyanebben a városban, aki az alkalmazott segítségére sietett, és a hód azt is megharapta. Mi van a hódokkal? Vagy ezzel az egy hóddal mi van? Vagy ezzel, ugye, az egy kattant hóddal. Őt nem sikerült akkor elejteni? Elmenekült a tetszín helyéről? Elmenekült, igen. Én találtam videókat egyébként közben hódtámadásokról. Kezdem picit átértékelni. Nem egyszerű? Nem annyira egyszerű. Találtak olyan fát, ahol strigulázva vannak? A támadások, és így ötösével átfúzva. Férfi, két nő. Az erdészek vagy a fakitermelők? Nem, a hód. Nem, a hódok. Ja, a hódok, akiket megöltek. Fába. Én találtam egy olyan videót, ahol a hód kiszúrja az okos, hogy ez egyikben az orosz Tvervidéken történt, tehát valafelé arra a hódok kicsit bekattantak. Ott valami sugárzás érte őket. Kiszúrja emberünk, hogy hód van a környéken, és elindul, hogy lekamerázza. Ez történik az első 10 másodpercen. Most a hanghatásokat megpróbálom bejátszani. Ő egy ilyen természet búvár? Már aki le akarja kamerázni. Azt nem tudom. Igazából ő csak észrevétel, hogy van egy hód. Hallani valami hangot, hogy gyere, ott van egy hód, videózzuk le. Tehát így odaszól a haverjának, hogy gyere, jó buli lesz, videózzuk le a hódot. Valami motozott. A hód pedig aranyosan sétál az út mentén. Fikirészik virágos szed. Hát most nézd meg, egy idilli kép a hód nézéshez. Madárfügy.
A hót kiszúrja, hogy kamerázzák, és szembe fordul a kamerázóval. És elkezdi settenkedni, de körülbelül akkor, amit egy... Most mi van, nem jó szó? Egy settenkedő hót. Egy settenkedő hót. Szembe fordul a kamerással, és elindul a kamerás felé, de elég nagy ez a hód, én nem tudtam, hogy ekkora egy hód, én azt hiszem, ez egy pici állat, ez körülbelül akkor, mint egy spániel, vagy egy kis bárány, vagy egy kis lyuk, tehát egy, nincsenek olyan magas lába, hogy egy termekre akkora. Ez a hód, vagy az ember? Már ez már a birkózás, semmi nem már látszik küzdenek. A videóban. Már küzdenek, eldobja a kamerát, olyan, mint ilyen Blair Witch Project, tudod, eldobja a kamerát, és már csak azt látod, hogy a kamera lenn van a földön, és néha egy hód így átrohan a kamera előtt, és elrohan. Elveszi az egyik cipőjét, és menekül a hód elől, a hód pedig üldözi. És ez van a videón. Mi van ezekkel a hódokkal? Milyen messziről támadott a hód? Lassan megy az ember felé. Hát meg láttad, hogy, vagy illetve hallottad, hogy settenkedett. Settenkedett, hát, becserkészte. Figyelj, settenkedő hód, de nincs rosszabb. Ha a hód rád fordul, akkor onnantól kezdve vége van. És elindul, és pillanatok alatt begyorsít. De ilyen nagyon durván. Tényleg nagyon durván. Majd megnézitek a videót. Ember le a kamera, rohan, elhagyja a félcipét, és a hód össze-vissza harabdálja. De abban már semmi nem látszik, csak mondom, egy ledobott kamera van a földön. Egy vércsepp a kamera objektívjét. Nem úgy volt ez egy barátságos állat? De, nincs, ugye? Ezt tudtuk. De viszonylag alacsony, tehát egy gedám avasigerivel simán le lehet intézni egy hódot, nem? De nem tudod megadni, meg gyors. Ja, igen, meg lehet, hogy itt is arról van szó, hogy ugye bizalommal közeledsz felé. Tehát, hogy el sem tudod arról képzelni, hogy ő valójában egy vérhód. De tényleg mennyire nyomorult, amikor azt van a nekrológodban, hogy jó végzet. Ember volt, szerette a családját. De a hódok nem szerették. Egy végzetes áprilisi napon. Egy csendes, egy csendes erdőjárásnál megölte egy hód. Hogy azért ez itt tényleg egyik halás szép, de hogy azért ez mennyire nyomorult. Hát és, nem? És amikor a horgásztás hazamegy, becsönget a haverjához, illetve hát a családjához becsönget, és azt mondja, hogy baj van. Hol van Dezső? Dezső nem jön vissza többet. Dezső meghalt. Úristen, hogy történt? Megtámad egy hód. Na jó, na hol van, kint a kocsiban, megint berúgott, mi? Igen, megharapta a combját egy hód. Jó, van nekünk egy szakértőnk, akit föl tudunk hívni a témában, ugye? Igen. Egy olyan ember, aki egyrészt figyeli a románokat, mindig a románokra figyel, ez a legfontosabb, de közben ért az állatokhoz. Így van. Az összes üldözésben a legnagyobb Magyarországon. Hát, teljesen egyetlen, és valószínűleg az összes Gyula környékű hódtámadásról tud. Igen. Lehet, hogy jegyzőkönyvet is vezet róluk. Egy olyan állandó szereplője a műsornak, akire én már nem tudom, hogy bukkantunk, de imádni való ember. Figyeli a kengurukat, ha éppen kenguru bukkan föl. Megtalálja a hiúzokat, ha éppen valahol ott Gyula környékén hiúzt keresnek. Közben tényleg figyeli a románokat, mert ugye szerint a románok tehetnek mindenről. Tehát azért van ebben egy ilyen felütés is. Egy Széchenyi Zsigmond, egy Kittenberger Kálmán a kanyarban nincsenek hozzá képest. Ahhoz a tudáshoz, amivel ő rendelkezik, ahhoz a tapasztalathoz, rutinhoz, emberséghez, szeretethez. Gyuri bácsi, ugye? Gyuri bácsinak. Gyuri bácsi. Gyuri bácsi, ami gyulai őrszemünk. Anna hívja csak foglalt. Gyuri bácsi valószínű, hogy mert már valaki már éppen hívja. Igen. Mit kell tenni hódtámadás esetén? Ugye, általában ha állatokról van szó, akkor a hangát hívja mindenki, az állatkert szóvivőt, és akkor kapunk egy ilyen nagyon hivatalos, nagyon kedves, kis általános megmagyarázás, hogy szült a pelikán, vagy nem tudom, fialt az elefánt. Gyuri bácsi egy kicsit máshogy. Mert ő természet az embere, hát azért a hangát, nagyon szeretjük így a hangát, van. De ő de hanga, azért egy állat. A hanga az a tudomány oldaláról közölte meg ezeket a dolgokat. Gyuri bácsi meg végül is köztük él. Ő napi kapcsolatban van az állatokkal olyan szint, hogy gyakorlatilag az életének a részei. Igen. És kerítések, ketrecek nélkül. Bizonyám. Járja az erdőt. A purjánzóval természetben. És vigyáz ránk, ugye? Ott. A gyulai határvidéken. Itt van már is, letette a telefon. Gyuri bácsi, jó reggelt kívánunk, hello. Mi újság, Balázs? Hello. Már kezdenek hiányolni benneteket. Na, hát régen beszéltünk tényleg. Mi történt azóta, hogy vagy? Egy kicsit mesél nekünk. Annyira hát, szeretem. Köszönöm szépen, jól vagyok. Egy olyan 3 hete volt egy nagyon jó munkám, egy nagyon jó. Na. Képzeld el, a város szívén van a gyerekiknek ilyen futballpályájuk. Rendes kapu, hálóval rajtuk. És telefonált az állatorvos, a hosszopán doktor úr, hogy menjek, mert egy nagy szarvú valami van a hálóba. Egy nagy szarvú valami van a hálóban? Igen, azt mondták neki, telefonon szóltak neki, hogy nagy szarvú valami van. Képzeld el, egy szép nagy dámbika volt. Egy dámbika?
Dán Bika volt a kapuba, beállt kapusnak éjszaka. De valahogy belekeveredett a hálóba is? Belekeveredett, igen, a hálóba. Na és mit csináltál, vagy hogy szabadítottad ki? Hát azért azt nem egyszerű, hogy ilyen meg... Hát az egy kicsit LSK-bítva, tudod? Igen? Beletoltva, LSK-bítva, és úgy darabolva aggancsról a háló. Hát ez hihetetlen. És Gyuri bácsi, ilyenkor már téged hívnak? Tehát te vagy az, akit hívnak, menni kell esetet megoldani, ha állatról van szó? Hát ez a legkönnyebb, tudod, én nekem szólnak, azt akkor megyek. Mi lett a Bika sorsa? Hát azt ki kellett vinni a vadásztársaságnak. Kivittük Gyulaváriba a vadásztársaságba a fiammal, és el lett engedve. Ja, hogy akkor nem bántottátok, elengedtétek, de jó. Hát egy kicsit fájt a szívem azért, mert jó pörköltem. Na, azt akartam mondani, hogy úgy jobban néz. Azért egy jó kis szarvas pörkölt, nem? Hát azért az finom lehet. De meccs nem maradt el miatta. Nem, hát ez a gyerekiknek van, tudod, a városszéden egyszerű kis futballpálya. Ez csak, ez most egy ilyen, meg se gondoltam volna. Én is annyira benn volt, a házoktól volt egy 30-40 50 méterleg feljebb. Tehát olyan közelbe jött. Na, és mi újság a románokkal, Gyuri bácsi? Vigyázol rájuk? Figyeled őket? Figyelek, már most nem járnak hátizsákkal. Nem jönnek hátizsákkal? Nem, elfogyott a kenguru, biztos, de nagyon sajnálom. Az összes kis állat közül, nagy állat közül az volt a legkedvesebb, a kis kenguru. Igen, hát arról akkor beszéltünk veled, amikor te ugye láttad ezt a kengurút. Igen, nekem az egy olyan élmény lesz, hogy csuda, az mindig bennem marad. Nagyon szép volt az a kis kenguru. De akkor mi volt, Gyuri bácsi, te láttad és elugrált, vagy mert te fogtad be? Hát ott volt én hozzá, én nem voltam tőle egy olyan 2-3 méter a kis kengururól, azt tudod, hogy jöttek a kamerából, az RTL, az 1-es-2-es, ó, itt nagyon sok mindenki. Igen, és tudom. És akkor vették felfele. Hát akkor mi is beszéltünk erről a kengururól, az volt a legelső állatunk. Igen, hogy keresi az ország, és akkor nálatok bukkant fel valahol, igen. Ott volt, itt volt nálunk. Nagyon szép volt. És felejtjük, mi újság mostanában beszálltal. Hát most így hódügyben keressük tulajdonképpen Gyuri bácsit, hogy a hódokkal való kapcsolatát, illetve tapasztalatot osszam már meg velünk, mert ha esetleg természeti állás közben összeakadna a bajszunk, illetve a combunk egy hóddal, akkor mit tegyünk? Mert hogy állítólag nagyon harapósak. Agresszív a holda, agresszív. Hát, hogyha megszorítják, valóban beszorulva a sarokba meg akarják simogatni, fogni, természetes, hogy védekezik. Védekezik, igen, arról beszéltünk pont, hogy itt egy vadásznak, vagy nem is tudom, horgásznak megharapta a combját, ez külföldön történt egyébként, és hogy pont egy ilyen ütőeret talált el, és a horgász szegény el is vérzett. Hogy ennyire tud agresszív lenni, a sarokba szorítják, vagy tud támadni? Hát persze védekezik, minden állat védekezik, ugyanúgy ez a Dambika is védekezett. Csak az el volt kábítva. Hát az én elkábítottam, de előtt ott volt a vadászmester, lemondom meg a levit, és a combja tövére tette az aggancs hegyit. Úgyhogy egy kicsit megjárta majdnem. Hú. Ja, hogy majdnem megszúrt az aggancs, arra gondolsz? Persze, belülről megütötte a combját, tudod. Na, de szerencsére ott voltál, és megmentette az életét. Nem mondom meg a levit, hogy azt mondják utána, hogy tönkre ment neki más része. Igen, panasz legyen. Gyuri bácsi, a hódot meg lehet tenni egyébként? Mert úgy nem hallja az ember, hogy úgy a hód hús az olyan nagy fogás lenne. De ehető, vagy nem ehető? Nem tudom, ezt nem tudom, hogy hát, ugye ez mindenféle emberek szokása, valahol a kutyát eszik, itt még nem eszük a kutyát, pedig van sok. De... Ez nem tudom, hogy... De románok lehet, hogy megeszik, nem? Igen, egy jó paprikás hódért. lehet, hogy át is jön a halkára. Persze, egy jó pörköt lehetettünk már mindig, csak nem tudjuk. Az is lehet egyébként, és, igen. Gyuri bácsi, mit tudunk tenni a hód ellen, hogyha ránk támad? Hát, nem is tudom. Azt nem tudom. Egy vérhód, ha támadott. Nagyon gyors különben megéresek a fogai, karmai, vigyázni kell rá. Tehát egyszerű elkerülni. Előbb elkerülni, mint hogy ő támadjon. Egyébként ebben igazad van, Gyuri bácsi, tényleg mi is megnéztük a videót, egy másikat, és a hód ilyen komótosan sétál, kamerázzák. És ezt csak kiszúrja a hód, elindul a kamerázó felé, és annyira gyorsra gyorsul, vagy annyira begyorsít, egy teljesen váratlan egy ilyen cambogó, nagy darab ilyen állattól, hogy ennyire be tud gyorsulni. Kamera tényleg baromi gyors. Agresszív. Igen. Te járod az erdőt egyébként, Gyuri bácsi, vigyázol ránk? Hát szoktam, vigyázok itt mindenki. Gyula városra nagyon vigyázok. Mennyit mész egy nap körülbelül, vagy mi a túra? Változó, tehát nem, mindig nem gyalogolok én, hanem van egy kis motor, meg vagy kocsival, tehát nem úgy járom, de megyek.
Mész, és vigyázzon ránk. Őrzöl minket. Na jó van, Gyuri bácsi, továbbra is nagyon szeretünk ám, úgyhogy ha bármilyen állatos hírünk van, mi egy kicsit mindig kutakodunk, hogy mi újság veled, mit csinálsz. Mi a mai dolog? Mész piacra, vagy valahova? Mindig oda szoktál most tartani. Most a Reálboltban voltam, mellette van egy ilyen forrászaküzlet. Azelőtt álltam meg, hallottam, hogy sörgöd, úgyhogy ajánlom a Gyulai hölgyeknek, hogy itt a szaküzlet, jöjjenek. Közel van a piachoz, ez piac is, meg forrásüzlet is. Imádunk, nagyon jó. A forrásüzlet, tudod, arra jó, azért a napi eseményeket meg lehet beszélgetni. De ez ilyen klasszikus, régi, hagyományos forrásüzlet? Tehát ezek a régi, kicsit ódivatú, klasszikus forrásüzlet? Nem, ez nagyon szép helye van, nagyon jó üzlet, csak ott tudod, mindenfajta széle beszélgetés feljön. Mikor már két hölgy van, azok már tudnak beszélgetni. És akkor beülsz egy gyors hajvágással, kicsit pletykálkodni, vagy csak meghallgatod? Nem mehetek, csak így az ablakon keresztül lehet látni, hogy mindenkinek jár a szája. Sok pletykás csaj, hát azokkal vigyázni kell. Hát, csak jöjjenek a fodrászathoz. Minden megtudnak. Jó, Gyuri bácsi, vigyázz magadra! Jó? Jó egészséget kívánunk, őrizzél minket a Gyulán, vigyázz magadra. Hello, hello. Gyuri bácsi, szia, köszönjük. Hello. Én imádom őt. Hát ezért nincs baj Békés megyében, látjátok. Én imádom őt, gyerekek. Sose találkoztunk még vele, nem is láttuk, de imádjuk. Ő mindig ott van a határban. Ő egy karakter. Ő tényleg egy karakter. Például Újkígyó sose volt hódtámadás, és ugye mi 20 kilométerre vagyunk Gyulától, ma már tudom, hogy miért, mert Gyuri bácsi ott volt. Mert ő az előre tolt helyőrség, ő visszaveri a támadásokat. Én imádom őt. Na jól van. 0670-645-0000 az SMS számunk, Óven bácsira és Beru nénire nyitunk rá nem sokára, jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:48 múlt, 2 perccel, hello mindenkinek, Az egészséges fogakért. Hány nő sóhajtott most föl ezen hangok alatt, hogy ilyen ügyesen jár a nyelvet. Raklap az M7-esen a 40-es kavicsnál, írja valaki, valamint M3-as bevezető bedugult, több kilométeres sor, ok ismeretlen egyelőre. Ezt Bacuk küldte nekünk. Ha van friss, akkor azonnal mondjuk, sőt, szerintem meg is van. M3-as bevezető Nagy Lajos királyúti felüljáró alatt motoros versus autós baleset, és ez okozza a torlódást, úgyhogy emiatt dugul az M3-as, ha valaki tud, és ezen csomópont előtt van még, akkor meneküljön. Az M7-esen egy ember sétál a 62-es kavicsnál Pest felé. Törperős. Üzeni nekül. Ez az, amit én sose értek, ez az autópályán céltalanul lakott településen kívül 20 kilométerre a legközelebbi lakott települést valaki sétálgat. Nem tudjuk, hogy nincs célja. Hova megy? Ezt most valaki látta, hogy ott sem. Most mehet valami. Nincs ilyenkor ilyen érzésetek, hogy megállnátok, kiszállnátok és megkérdeznek, ember, hova? Ne haragudj, mi a... De hova? Te mit csinálsz itt? Egyedül sétálsz az autópályán, hogy így hova? Hát régen ott nem volt autópálya, ő meg a szokásai rabja. Egyszer csak lett Magyarországon, egyszer csak lett egy autópálya. Mint ez a kínai házaspár, tudod, aki nem adta el az autópálya útkezelőnek a házukat. Kínában megtörtént, mutattak HVG, vagy nem tudom hol volt, láttam a fotót, szenzációs egyébként. Ők azt mondták, hogy nem, köszönjük szépen, bármennyire akarja az autópálya kezelő, vagy autópálya építő, nem tudom milyen cég felvásárolni az ő házukat, ők nem adják. Azt mondták, rendben van, semmi baj nincsen, ha ti nem adjátok el a házatokat, akkor köré építjük az autópályát. Kétszer kétsávos autópálya, még nincs felsávozva, de már látszik, hogy megépül. Egy ilyen fura, ilyen faviskószerű négy emeletes építmény, és alatta megy úgy el az autópálya, hogy a tulaj, az öreg az így néz kifelé, és látszik, hogy alatta ott aszfaltoznak, és már kész van az autópálya. Láttátok azt és a fotót? És nem tudod, hogy ő hogy jár ki a házából, mert mind a két oldalt autópálya van, amin ugye nincs zebra. És olyan tényleg az ő házuk, mint egy ilyen elválasztó kordon, amikor a sövény helyére beépítik a házat, ott van a ház, és jön így az út, szépen kicsit kiszélesedik, és utána megy tovább. És szembejövő forgalom, minden megvan. És ők azt mondták, hogy ők nem. És ott laknak. Jó, mondjuk a hatóság se sokat vacakol. Nem költöztek, akkor nem. Akkor körétek építjük az autópályát. Szenzációs, ez nagyon jó kép. Mondjuk nálunk is van egy legendás tüzéptelep. Hát, hogy igen, hogy ők-e a hibásak, nem tudom, de az ürömi tüzéptelep az kitart. Hát aztán lehet, hogy most annak anyagi okai vannak, hogy ott nem épül körforgalom. De ha egyszer azt ott megcsinálnák, akkor az minden megoldódna. Hihetetlen ez a sok reklám, írja valaki. Hát szeressétek a reklámokat. Gondoljatok arra, hogy azért tudunk mi is lenni, mert vannak reklámok. Ha nem lennének reklámok, egy idő után mi se lennénk, mert baromi drágák vagyunk.
Így van. Vagy ez rohadt vagy sok... egy hódtámadás, de mindenképpen végünk lenne. Igen, rohadt sokba kerülünk, úgyhogy ezért kell a reklám. Na, Óven bácsi, Beru néni, valakivel már is játszunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mind dudolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Jó reggelt! Hello, Dia! Sziasztok! Hello, Dia! Dia, jó hangosan, mert egy picit ma halkabb a telefonunk, jó? Ó, rendben, akkor majd üvöltök. Nagyon jó. Merre vagy, Dia? Én Budapesten, és még itthon. Készülődök iskolába, szépen. Mit tanulsz? Médiát, és ilyen sajtót, hasonló dolgokat. Sajtot, médiát. Igen, tejet, kenyeret. Médiát. Mikor vágyom, hogy veletek dolgozzak. Tényleg? Na. Igen. Jön az utánpótlás, gyerekek, vigyázzunk. De már hány év? Igen. És mit tanulsz pontosan? Az, hogy média, hát azért az elég tág, tehát hogy az írott... Hát mindent. Tehát a rádiózást is, írott sajtót, meg filmkészítést, megest, rendezést, mindent. Ez valami magánsuli, ami... Nem. Ez egy alapítványi iskola a Tököli úton van. Egy alapítványi iskola a Tököli úton. És mennyi időt kell suliba járnod, hogy médiás legyél? Hát, ugye én nyelvi előkészítősre járok, úgyhogy 5 évet. Fú. És aztán megyek majd még tovább média egyetemre lehetőleg. Az jó. A média egyetem, már megül. Az jó. Ilyen van. Média egyetem? Hát nem úgy, hogy média egyetem a neve, csak olyan egyetem, ami ilyen szakokra van média, meg minden színháztudomány, meg minden. Aha, igen, olyan, azt hittem, hogy már van ilyen, a média egyetem, és akkor ott tanítanak a nagy ágyuk. Nem, de majd nyitunk. Tessék? Majd nyitunk. Majd nyitunk egyet, így baromira gazdagok leszünk. Mennyi egy fél év itt nálatok? Hát havi fizetés van, aha. Az meg... 16 ezer forint. Már hogy érted, hogy havi fizetés van, hogy havonta kell meg? Ha csörgeted be a lóra. Ez milyen okos egyébként? Vagyok. Az okos egyébként, mert hogyha mondjuk egy összegbe kellene egy egész fél évet vagy egy évet kifizetni, az nem, igen, de azt nem biztos, hogy ki tudnák csöngetni, így viszont havonta azért ezt a kisebb összeget ki lehet. Így mindenki jól jár vele, a tanulók is, meg az iskola is. És vannak húzó neveitek, akik ott tanítanak, akik tényleg mondjuk 10 éve, 20 éve rádióznak, televízióznak? Nem, nincsen. Nincsen. De hogyha akarsz, akkor gyere. Már hova? Hát hozzánk tanítani. Ja. A hétvégén nincs ott senki. Igen, nincs ott senki, gyere. De egy név nincs ott, aki tanít. Mert nem akarják őket megmétejezni ezzel, tudod? Tehát, hogy a friss erő. A friss. Igen, nem akarják befolyásolni, hogy most oda megy egy havas Henrik, és hát az nem jó. Hát amit tudom én, a rádiózásban is azért mit tudom én, a Fodor, vagy Rónai Egon, hát azért vannak. Egy Hajdú Péter. Most már. A rádiózásban? Na, hát rádiózásban. Most már szerben két rádiózás. Egyébként pedig multitalentú. Most már, de akkor kik tanítanak titeket arra, ha nem azok, akik mondjuk eltöltöttek sok időt ebben a szakmában? Hát akik szakemberek. Szakemberek. Aha. Na jó, hát attól még lehet valaki jó szakember, mert nem, nincs mondjuk mikrofon előtt, vagy képernyő előtt, persze. Híradás technikai műszer. Jó, nem kérdezek többet, én nem akarom ezt az iskolát bántani, csak úgy érdekel, hogy kik tanítanak. És a televíziózáson belül például milyen szakok vannak, vagy mit tanultok? Hát egyelőre most ilyen nézettségi kutatásokat, meg hogy mi a legkelendőbb műsor, meg ilyesmiket. Felmerült már a nevem? Azzal kezdődik a könyv, mit tesz? Igen, felmerült néhány szó. Jó, azért. Figyelj, és milyen AGB nézettségi adatokat elemeztek, hogy hogy kell kielemezni ilyen nézettségi nem, kérdéket, rendeket? Nem, csak hogy mi alapján mérik, meg hogy mivel tudjuk növelni az adott műsornak az adott nézettségét. Mondj egy konkrétumot, hogy mit tanít, mivel tudjátok, mondjuk egy adott műsor, adott nézettséget, mivel lehet növelni, mit? Kíváncsi vagyok tényleg csak, hogy mit tanítanak. Hú, te jó Isten. Most megfogtál, most így hirtelen nem tudok semmit mondani, mert izgulok a játék miatt. Ah, Óven bácsira koncentrálsz. De szőkenő nagy mellekkel kiskutya, kisgyerek van ilyen? Hát nem tudom, hogy nem hiszem, inkább nem. Nincs inkább ilyen. Azt mondom, hogy nem. Hát akkor mivel? Hát
azzal, hogy engem lesz. Végy egy Sebestyén. Engem lesz az ötleted. És meg vagy kész. Jó, most csak az hűlünk, ezt nem vegye senki komolyan. Jó, Dia, nem fogadlak tovább, csak érdekel tényleg ez az iskola, hogy valóban annyi gyerek akarja ezt tanulni, és annyi pénzt elkérnek, és aztán azért én sok ilyen iskolában voltam egyszer-egyszer egy meghívás, és akkor rájön az ember. Nem a tesulidról beszélek, de hogy valós teljesítmény nélkül egyébként rengeteg szülő az utolsó leheletével próbálja kifizetni, és hogy tényleg nem a tesulidról beszélek, nem ismerem, a sok-sok százezres tandíjat a gyereknek, hogy majd a gyerek médiázik. Egyébként tényleg rengeteg ilyen, tudod, ilyen újságíróiskola. És akkor megkérdezed, hogy kik tanítanak, mit tanultok, miről szól egy televíziózásról szóló óra, milyen műhely feladatok, műhely gyakorlatok vannak, mi a műhely munka, mit csináltok. És akkor hát videókat elemzünk, és akkor ott valaki elmondja, hogy... A kamerát még életében nem hogy kell, és mondom, használtok kamerát, visszanézitek, kielemzi valaki, hogy kell interjút, riportot. Hát nem, ilyeneket nem. Hát, hogy mi csinálunk bőven. Ilyet ti csináltok. Jó, nem a tesulidról beszélek, nem. Csak, hogy tényleg nagyon sok szülőt sajnálok, aki rengeteg pénzt fizet ki az én iskolákért. De nem a tiéd, Dia. Nem akarok én erről rosszat mondani. Nehogy aztán bajba kerüljön. Nem is tudsz, mert én imádom. Nagyon helyes. Hogy védi, mi? Hogy védi? Nem, magát imádja. A kettesért meg kell küzdeni, mi? Oké, Dia. Mutatjuk nem. Akkor, hogy mit csinál Óven bácsi Beru néni, jó? Rendben. Szeles a tópart, biztos. Hát, messze van még a tavasz a Tatooine-on. Igen, ez kicsit zord. Fáznak. Fáznak, igen. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. La da ta ta da da da. Horgász! Énekli ezt a Peti már, hogy Óven bácsi vagy valaki. Óriási. Így van. De jó volt ez. 30 évvel ezen. Hú, de szerettem. Minden fürdetésnél ezt hallgatjuk. Igen? Szeretik? Mindig. Imádjuk. Szeretik otthon? Imádjuk. De bárki fürdik. Nekem van belőle a DVD. Bárki fürdik. Én fürdök, akkor a paffa műves sárkány megy, ha a gyerek, akkor a hol. Ezt imádjuk. Van belőle DVD-d? Igen. És ha ketten fürdetek Vittyével, akkor az Emmanuel. Igen. Nem, akkor a Ted oda, ahova nem való című filmforog. Jól van, Dia, ügyes vagy. Örülök. Nem is vettünk ki belőle semmit, úgyhogy megvan a komplet ajándékcsomag. Ez az. Pont erre gyúrtam most, hogy legyen valami olyan, amit kitalálok, és akkor így egyszerű nyelv. Ez a próba nyelvvizsgám. Próba érettségid, azt mondod? Igen, az. Jézusom. Fáradt vagyok. Mi az, hogy próba érettség? Ez micsoda? Nem bíznak benned? Lepróbáljátok az érettségit, hogy megmutatják, melyik tételt kell húzni majd, akkor ha érettségizel, vagy mi a próba érettség? Hát egy ilyen felkészítés dolog, mert nálunk úgy van, hogy én most 11-es vagyok, és 13-ban fogok végezni, és akkor lesznek a többi érettségjeim. Aha. Viszont ez egy előrehozott érettségi, hogy tudjak emelt szintű angol tanulni a következő 2 évben, és a próbaérettségi az muszáj, hogy biztos, hogy meg tudjuk-e csinálni a rendes középfokú érettségi. Na most mondd vissza, bács. De jó. Én már látom magam, hogy állok a gyerekkel, tudod, 11C-be jár majd, igen. És jön a tanár és elmondja, hogy kedves szülő, erre most azért van szükség, mert 2 év múlva vagy igazi érettségi, de most azért, hogy emelt szintű, hogy állsz ott hülyén, fogalmad. Hát nem biztos, hogy ő is olyan suliba megy, de nekem direkt ilyen angolos suli van, mert azt muszáj mostanában nyomni, úgyhogy kell. Nagyon. Azért ilyen sok osztályos, az első évben csak azt tanuljátok, hogy na, igen, akkor elmondom. 10 osztályosok vagytok, de valójában nem, mert ha kettőt levonunk, egyet hozzáadunk, 2 év múlva már igaz érettség. És akkor még ott van a próba érettség. Jól van, Dia, legyél ügyes akkor egy nagy kalappal neked mára, és küldjük az ajándékcsomagot, jó? Sziasztok! Puszi, hello, hello! Szegény, most remélem nem lesz baja, hogy ilyeneket kérdeztem, mint az iskolára. Nem az ő iskolájáról beszélt. Elmondta, hogy van műhelymunka, van riport, van kamera. Igaz, hogy aputól kell behozni, ott hallod, de van. Láttam ilyen. Igen, volt ilyen. 2 perc van pontosan, 8:06-76-45-00-00, ez az SMS számunk, jövünk a hírek után. 8:49 lesz, 1 perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 20 fok lesz a hétvégén, állítólag, yes. Ezt mondják, nem tudjuk, de hogy valóban így van-e, az majd hétvégén kiderül. Minden esetre ez az előrejelzés, hogy tényleg itt a tavasz, és jövő hét szerdáig még mindig csak melegszik az idő. Nem csak szerdáig, mert ma április 12-e egy Gyula napja van, és egy népi bölcsesség szerint amilyen idő lesz ezen a napon, annak az ellenkezője lesz 40 napon keresztül. Hát ez rohadt jó. Mi van? Hát ma a medál. Akkor ma jó idő van, igen. De ma nem lesz jó idő. Eső van felhő. Eső van felhővel, és akkor 40 napig napsütés. Ti esőt tudtok felhővel? Igen. Mert én ma jó időt tudok, nem, hogy szigázzon a felhővel. Igen, hogy is. Megmutassam? Jó, csak jó, mindegy. Oké. Oké, ti akartátok. Jó, tessék, nyom meg a programot.
És ennek az ellenkezője lesz akkor 40 nap. Így van, 40 napon keresztül jó idő lesz. Tessék. Holnap indul. Eső. Egész napos eső. Na, a másnok kérdezt mondja. Aha. Fizetünk már az időjárásért, vagy mi van? Nem fizetünk? Nem fizetünk. Jó, én abban a pillanatban abba vagyom. Vége van akkor. Egy forintot se, ezért is nyergeltem át a népi bölcsességekre, mert ott nincs kinek fizetni. Ott, hát, ezt nem tudhatod. Előbb-utóbb ott is fizetni kell majd, igen. Na nézzük akkor a közlekedési híreket. Pesti alsórakpart tökéletes, a Lánymenyes híd felé lehet csapatni. Füli Evi küldte nekünk. 8-as, 83-as Veszprém és Pápa között baleset és hatóságmentes, erős oldalszélben jól autózható. Jó hétvégét kívánok mindenkinek, írja Könyves Nándi. Trafipax Csorna és Kony között, csak itt tovább írja Bakker, valamint 67-es út Bőszénfánál van egy trafink szintén. Ott is mérnek. Bőszínfa egyébként zárkozik fel Farád mellé, nem tudom feltűnteni. Igen, már állandóan sokat, van velünk. Sokat trafiznak, igen. És itt van Vicsi velünk. Hello Vicsi, jó reggel. Sziasztok, jó reggel. Hello, merre vagy? Arra szólunk a 10-es úton éppen, mint minden reggel lassan, már 10. éve. Nem tudom igazából, hogy ez most a tüzétesnek köszönhető, vagy a lámpa beállításnak, de a mai napon katasztrofális. Szinte Vörösvártól áll a sor vége, és az összes mellékúton, ami földút van, már létezik itt igazából környéken, vagy körülötte itt a 10-es úton próbálunk feljutni mindenféle kátyúkon keresztül, és egyszerűen nem haladunk. Te ott laksz valahol arra egyébként? Igen, mi nem lakunk, hát Csárisápon lakunk, nem túl messze. Ti tudtok valamit egyébként? Vagy azok, akik ott Ürömön laknak, vagy Vörösvár, hogy mi az oka annak, hogy azt ott nem csinálják meg azt a lámpát körforgalommal? Hát, nem igazán értjük, hogy ez miért van így, mert mondom, hogy 10 éve arra szólunk felfelé Peste. Megtesszük ezt a 20 km-es szakaszt, így körülbelül 20 perc alatt, és ezt a 15 km-t Budapestig 1 óra, 1.5 óra alatt döcögünk befelé. Hát ez az ürömi lámpa ott, nem? Ez az ürömi lámpa, igen. Tehát az egyik lámpa zöldre vált, a másik piros, és van közötte 100 méteres szakasz, amin igazából nem halad át senki. Tudom, és beérünk a vasúthoz, és a vasúttól egyszer csak elvágtak, és mindenki halad. Katasztrófa. Igen, igen, és nem is tudom, hogy mit csinálják. Szegény, mi ott a tüzértelepet emlegetjük, mindig lehet, hogy annyira nem ők tettek erről, szegények. Már most, hogy így elmegyünk a tüzértelep felé, mindig azt látjuk igazából, hogy már nem is működik. Már kész lehúzták arról ott végén? Igen, nincs kipakolva már semmi. Úgyhogy szegény, nem tudom, hogy valóban az ő felelőssége ez, vagy hogy ő miatta van, nem az ő felelőssége, hogy ő miatta van ez, vagy pedig hát tényleg itt a lámpa beállításon is lehetne. Javítani egy kicsit, igen. Na jó, van, Vicsi, kitartás, akkor nektek jó utat. Köszönöm szépen, sziasztok. Hello, szia. Meddig lehet ezt csinálni? Tehát meddig tart ki a tűzéptelep? Nem, hanem az, hogy 10 éven keresztül minden nap, ugye azt mondta, hogy Csárisáptól mondjuk Vörösvárig 20 perc, meg utána még 1.5 óra, hogy minden áldott reggel közel 2 órát ülsz a kocsidban. Hát Vicsiben volt vitalitás. Ez költözési faktor, nem? Vagy munkahelyváltás, hogy valahol ott a környéken. Igen. Nem, mint a bármelyik a kettő közül olyan baromi egyszerű lenne, de hogy azért naponta egy órát arra áldozál, hogy bejussál. Közel kettő. Azt mondja, 1.5 órát ül Vörösvártól a munkahelyéig, és előtte még 20 perc, mire Vörös. Hát a napi 1.5 órával nincs baj, ha 120 km-re laksz, mert akkor rászánod, de ha közben 15 km-re laksz, és úgy mész 1.5 órát, ebben leginkább az a bosszantó. Na, egy nagyon helyes levelet kaptunk az egyik hallgatónktól, és szeretnék egy kicsit ennek utána járni, kitárgyalni, egyáltalán megnézni, hogy ebből a levélből mi az, ami működik, vagy mi működhet. A levél egy pici apró kis üzenettel indul, és utána már tulajdonképpen a leginkább konkrétumokról szól. Így kezdődik, kedves Morning Show, közszolgaként, írja a levélíró, a napokban e-mailt kaptam a Magyar Kormány Tisztviselői Kartól, melyben a munkaidőben végezhető testmozgás fontosságára hívták fel a figyelmemet a következő képpen. Jó szórakozást, mindezt egyébként EU-s forrásból finanszírozzák zárójelben. És kaptunk egy 10 pontos, vagy 11 pontos leírást arról, hogy a Magyar Kormány Tisztviselői Kar hogy próbálja felhívni a figyelmet arra, hogy mindenki, vagy hát legalábbis az ott dolgozó munkaerő mozogjon egy kicsit munkaidőben. Ugye tulajdonképpen hát ez a Magyar Kormány Tisztviselői Kar, ez egy ilyen érdekképviselet, érdekvédelem, ugye? Egy ilyen szakszervezet, egy ilyen jogvédelemmel foglalkozó szakszervezet mondhatni tulajdonképpen, akik, mint ahogy kiderült, hát szeretnék azt, hogy náluk fit, egészséges, mentálisan és fizikálisan is jó karban tartott munkaerő dolgozzon. És milyen szimpatikus ez a törődés, ugye? Ez tök jó dolog, hogy figyelnek rád, azt mondják, hogy sportolj, egy kicsit mozog, egészségesebb vagy, tovább tudsz dolgozni majd. Így van. Ugye, hogy a nyugdíjkorhatár megugrik, akkor te még ott vagy. Igen.
Na most mindenki, aki nem erős fizikai munkát végez munka közben, esetleg gép előtt ül, keveset mozog, nem tud igazán sportolni, 8 óra munkaidő vagy letöltése után már nincs energiája, lehetősége, anyagi kerete arra, hogy elmenjen, beiratkozzon valami kis aerobikra, gimnasztikára vagy bármire, az most ettől a kartól egészen jól követhető instrukciókat kap, hogy tudunk mi fittek maradni munkaidő közben. De akkor ezt mi is tudjuk csinálni. Már persze, mondom is az ugye? Egyes pontot, hogy az ott dolgozó urak és hölgyek ezt hogy képzelik. Ezt nem hiszitek el egyébként. Minden alkalmat ki kell használni, így szól az első pont. A 8 órát ülőknek, számítógép mellett dolgozóknak, hogy mozogjanak. Ráadásul ezt jogszabály is biztosítja. Óránként 10 percet. Zárójelben ott van az adott jogszabály. Hú, te jó. Tehát óránként 10 percet te mozogsz. Akkor az azt mondja, hogy ilyen 8 órát dolgozol, az mennyi, hány perc? Hát 80 perc. 80 percet már van testmozgás. 1 óra 20 perc. Az nem rossz. Na most de képzeld már azt a munkáltatót, aki megengedi a munkavállalójának, hogy a 8 órából 1 óra 20. Én azt máshol tölteném, hogyha lehet, akkor az, tehát akkor az már nem is 8 óra, akkor igazából arra az 1 óra 20 percre minek mész be? Hát várj, kiadják, hogy mit kell csinálni. Így folytatódik. Ha meg tudja ragadni a 10 percet, végezzen szem, arc és felső test gimnasztikai gyakorlatokat. Mm. Keresse a lehetőséget, és éljen vele. Ez az egyes pont. Na, állj, csak egy pillanat rájuk meg, mert én vagyok hármunk közül az, aki hát így nem áll közel a sporthoz, hogy mutatnál nekem két szem gyakorlatot, János? Ügyeket jól hozom. Szem, arc és felső test gimnasztika. Minden irányba mozgass meg a szemgolyóidat. Jó. De kézzel picit vagy tarts ki, picit tarts ki, Feri. Tehát, hogyha felnézel, akkor egy picit tartsd, egy ilyen statikusabb gyakorlat, utána lefelé, ugyanezt balra, jobbra, oké, szem megvan. Igen, arc. Hát ez egyébként folyamatosan megvan nálunk, mert ugye beszélők azért, ami mikát megműködik közben is, a felső tested. Hol van az neked? Nem, mert megáll a szület, Feri, ne csinálj. Igen, honnan indul az altested? A pocsapaljától. Igen, honnan indul a felső tested? Kettes pont. A mobiltelefon ne legyen a munkaasztalon, hanem a munkaszoba egy másik részében, hogy fel kelljen állni a székből, és állva lehessen telefonálni. Így a beszélgetés rövidebb és összefogottabb lesz. És ez egy jelenkori íromány egyébként. Tehát ezt valaki kitalálta, pénzt költött rá, elküldte. Zseniális. Amennyiben emeletes épületben dolgozik, így szól a hármas pont. Igen, járjon lépcsőn. A negyedikre. Igen, járjon lépcsőn, ne lifttel. Felfelé és lefelé is. A magas sarkú cipő sem lehet indok a liftezésre. Persze kivétel, ha egy nehéz csomagot cipel, vagy éppen költözködik. Hallod, Balázs? Nehéz csomagot cipel? Nem, igen. A magas sarkú. Jó, azt mondjuk egy kicsit szokott zavarni lépcsőzés közben. Negyedik pont. Kávézás, teázás, étkezés esetén is álljunk fel a munkaszékből, hogy csak több lépés legyen elérhető az ital, vagy az étel. Na, ez nálunk megvan. A munkaasztalon, munkaasztal. Na, hát nem zseniális a megfogalmazás. A munkaasztalon, vagy a fiókjaiban tilos táplálkozásra, vagy nassolásra használható ételt, italt tartani. Ráömlik a dokumentumra a kávé? Vagy... a munkahelyi vagy külső büfébolt, étterem, étkezde, kávéautomata, kávéfőző, sőt az otthonról hozott étel megszerzése, levadászása, begyűjtése. Követelje legalább egy rövid gyalogjárást. Nem zseniális? Nagyon jó. Ezt nem ember írta. Ebben biztos vagyok. Vagy nem jelenkorban. Viszont egyre inkább azt érzem, hogy mi ideális munkahelyen dolgozunk többféle szempontból, hiszen a kávéautomat az kint van a folyosón, hiszen a büfért mászkálni kell egy darabig, hiszen lift nincsen a házban. És megköszönhetjük a programigazgatónknak, akinek az első döntés az volt, hogy étel, ital a stúdióban nem hozható be. Minden az ő irodájában, hogy így van, minden oda az asztalára, de le legyen minden fullpakkozva, vagy friss maradjon. Jön a kedvenc pontom. A kedvenc pontom az ötös. A nem túl hosszúra nyújtott ebéd után majd mindig legyen 10-15 perc gyalogjárás, vagy séta, a munkahely kertjében, vagy a munkahely körüli utcákon, a közeli parkban, Majorban rekettyésben. Oh, a rekettyés. Ezt nem hiszem el, hogy benne van a közeli parkban, Majorban rekettyésben. Magyar kormány tisztviselői kartól érkezett. Figyelj, kérem szépen, Majorban rekettyésben. Bár nekem azért sűrűs dolgom van adás után, de hogyha gondoljátok, mi kimertünk a Majorba vagy a rekettyésben. Szenzáció, gyerekek, szenzáció. Ez a séta lehet egyéni, vagy társas, ki hogyan szereti. Ez az ötös pont volt. Nekünk hol van legközelebb rekettyésünk? Hát itt a Népligetben, de én nem ajánlanám, Feri, hogy oda kimenjél. Aki nem autóval jár, figyelj, Jani, az menjen hazafelé 2-3 megálló gyalog az útvonal elején vagy a végén. Kinek hogy a legmegfelelőbb? Melyik útszakasz mentén több a zöld természet?
Ez a gyalogmenet lehet 10-30 perc is, természetesen nehéz szatyrok cipelése nélkül. Ha van szatyrod, akkor mehetsz villamossal. Igen, Feri, így jövünk mi. És mindenki, aki autóval közlekedik. Az autóval közlekedő reggel a munka előtt vagy munka után végezzen egy fél órás testedzést, gyaloglást, futást, nordwalkingot. Itt kicsit modernizálták, belekevertek valami egészen 21. századig. Úszás, gimnasztika, kerékpározás. Kinek mire van lehetősége és kedve? Aha. És az újabb kedves közös pont, amit nagyon szeretek, és ezt mindenkinek meg kell csinálni, ez a 8-as. Tartós, közös, jól megtartható 15 perces folyosó gimnasztika a munkatársakkal közösen délelőtt vagy délután. Na, Feri, egy mennyire folyosó reális gimnasztika. Ez a Lánchídig meg vissza. Figyelj, de várjál, folytatódik. Egy sportos munkatárs vezényelheti a lendületes, utcai öltözékben is végrehajtható, akár lépésekkel is tarkított, a már iskolából jól megismert gyakorlatokat. Rácsesznénk, hogyha a Jani vezényel. Ezek a gyakorlatok végezhetőek egy kis humorral, és nagy nevetéssel. Jaj, Istenem, már jó, alig várod. Nem hiszem el. Nem hiszem el. Én nem tudom sajnos vezetni, mert én a határodik Nordic Walking-ban. Ja. Na most mi, akik autóval járunk, hogy én például 4:30-kor indulok el otthonról, előtte kell csinálnom egy fél órás, az azt jelenti, hogy 3:45-től 4:30-ig sportolok otthon egyet, aztán bejövök kocsival, és itt kezdünk a folyosó János vezényletével egy 15 perces folyosói, hogy hívják, folyosói séta. Folyosói séta a kollégám természetesen jó hangulatban, nagy nevetéssel. Aha. Ez nemrég íródott a magyar kormány tisztviselői kar jóvoltából. Pénzt költöttek. Sok pénzt elköltöttek erre. Hogy szólítsák fel a magyar embert arra, hogy miképpen edzetestét a munkahelyén. Döbbenet! Tehát ez egyébként tényleg elképesztő. Tehát ennek vannak azért másfajta vetülete is, hogy ezt valaki ezt papírra meri írni a 21. században, hogy te a kollégáiddal 15 perce menjél ki a folyosóra, és nagy nevetések közepette gimnasztikázzatok együtt egy munkahelyen. Érted? Hogy ezt valaki komolyan gondolja. És a bédszünetnél menjünk ki a reketyésre. Ez a dokumentum, ez megváltoztatta az életünket. Most már, ha mondjuk nevetés haladszik be majd a folyosóról, akkor tudhatjuk, hogy nem azért történt a dolog, mert mondjuk Jenőnek kivillant a könyvesbe koltása, hanem azért, mert kint folyosó sportol. Figyelj, vegyünk már három ilyen baromi nagy labdát, tudod, azok a gumilabdák. Ilyen szoftball, és kezdjünk már el itt hárman így ilyen kecskeügetésben, itt szépen közösen egy brainstormingolás közben. Figyelj, van a 9-es pont, és ez megint mennyire reális multiknál, komoly reklámügynökségeknél, vagy bárhol, aki ilyen helyen dolgozik. Egy cipőfelső részkészítő műhelyen. Figyelj, 9-es pont. Értekezleten, konferencián, szakmai összetartozáson, brainstormingon, zárójelben azért oda tett az okos ötletbörze. Tudod azért, hogy ez a maradjon össze mindenki szenzációs. Legyen egy közös 8-10 perces ülőgimnasztika. Hozzáértő munkatárs vezényletével mindenki együtt mozog ülve, még a vezetők is. A testmozgáson kívül a humor is fontos elem ennek a kikapcsolódásnak, a szellemi terhelésből. Csináljuk együtt, legyünk boldogok. És azt tűzelitek, hogy... És most mozgasd a kis testet. Az meg van, hogy valamilyen komoly ügynökségnél, vagy bárhol, bármelyik munkahelyen beülnek egy ilyen meetingre, brainstormingra. Hallgatod végig. Igen, és nyomtok egy 10 perces ülőgimnasztikát, mielőtt elkezditek, és sokat nevettek. Gyakorlat a végén levezetésként. Egyébként meg hülyék vagyunk, hogy ezt így fogtuk meg ezt a témát, mert ha jó haverjaink lennének ezek a srácok, akkor ezt kötelezővé tennénk, Janit kiképeznénk, hogy ő legyen az, aki továbbadja a módszereket, mi meg kaszálnánk élete a lóvét, mert érted, minden egyes munkahelyen kéne egy ilyen ember, aki ezeket tartja. Ezzel az e-mail-el egyébként, amit ugye, ahogy a mi e-mail írónk is hallgató megírja, ugye közszolgák figyelmét, nyilván ezt a szót ő használja, akarják felhívni a munkaidőben végezhető testmozgás fontosságára. Gyereke, megvan a megoldás. Nagyon jó. Én most elég sokat járok ilyen különböző meetingekre itt a rádióban, egyrészt jöttök ti is, nem szólunk egy szót se, 10 percig csak arcgimnasztikával indul. Beülünk hárman, pont tegnap volt egy ilyen 20 fős, nem tudom milyen brainstorming, arra beülünk, hát az vidám lesz. És azt hiszik, hogy megőrültünk. És akik nehéz fizikai munkát végeznek, azoknak meg pont az ellenkezője. Igen, ők üljenek le egy gép elé 10 percet óránként. Így van, akik öntödében dolgoznak, illetve mondjuk bányászok, stb., azok szépen üljenek le egy a munkaasztalhoz, készítsék maguk mellé a telefonjukat közvetlenül, fogyasszanak kávét, karnyújtásnyi távolságból. Jó, most röhögsz, de egyébként rajtatok számon fogom kérni, ha nem látom, hogy napi 10 percet sétáltok a közeli parkban, Majorban, Reketyesben, rohadtul össze fogunk veszni. Nem látom, hogy itt a csalitosban valahol itt nem
odorogtok egy 10 percet naponta, hogy tiszta agyal üljetek a rekedjésbe. De majd ráhúzok egy nejlonzacskot mind a két cipőmre, hogy nehogy belelépjek. Közeli parkban, Majorban rekedjésben. Hát megvalósítható minden. Egyébként meg jó, tehát hogy tényleg kéne, aki ül 8 órás ülő, de nem így. Hogy a közeli Majorban rekedjésben, Csalitosban, parkban, tényleg kezdjük a meetinget egy 10 perces arcgimnasztikával. A folyosói torna munka a kollégákkal. Hát igen, valami gond van? Nem, csak a szememet mozgatom, az arcomat sportoltatom. De az megvan, ahogy itt az abaházi te, a csiszár, a jáksó, a vágópiros, itt mit a talicskázunk, vagy ördögszekerezünk kint a folyosón? Tehát azért azt úgy látjátok egymás előtt, Feri, fogd meg a bokám is, nagy zsákba futunk, és egy körversenyeket nyomunk, hogy mire jön az átpia vezérigazgatónk, addigra mindenki nagyon fit legyen, tehát azt így látjátok egymás előtt. És most Orsévet föl, Rolit, futás a Lánchíd ajtajáig. Mi volt az, amikor egymás hátára veszed a másikat, és akkor sótörés. Igen, mit tudom én, te simizel. Hát én a Janival. Te simizel egyet a csiszárral. Én a lengyel Zsuzsival. Mondjuk ő messzire eldob téged. Ő feldob a citadellához, hogy kicsit összeveszel vele. Hát tulajdonképpen tenni kell ezért. Mi itt a 4 órában meg tudunk ezért dolgozni, nem? Na jó van, köszönjük a hallgatónknak, aki elküldte az e-mailt. Tényleg zseniális. 0-70-645-00-00 az SMS számunk. Hármas ugrásra lehet már most jelentkezni. Jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. Ez itt a Morning Show. 3:49 van pontosan, illetve csak lesz 2 perc múlva, de most ezt engedjük el. Most 2 perc ide vagy oda, legyen 3:49, nem? Mindenki által. Mindenki által, és van óra, de már csak 1 perc van. Kicsit az én laptopomon siet az óra egyébként, igen. A párom este dolgozik, biztos ki akar menni az irodából a rekedjésbe hajnali 2-kor, logikus. Ide egy hallgatunk, ugye arról beszélgettünk, hogy kaptunk egy levelet egy hallgatónktól, aki ugye hát elmondta, hogy a magyar kormánytisztviselői kar hogyan szólítja föl a kedves munkaerőt, hogy mit csináljanak a testük megóvása érdekében, miképpen használják ki azt a 8-10 órát, ami a rendelkezésükre áll, és hát a közeli parkban, Majorban, rekedjésben menjenek ki egy kicsit sétálni. Ha lehet, de csak az egyik pontja a sok pontnak, igazából. A folyosói tornát. A meetingek előtt egy közös csoportba verődés, és valamelyik humoros tag levezeti a kis 10 perces tornát, hüvelytornát, arcizom tornát, nem tudom milyen tornát. De egész egyszerűen döbbenet. Egyébként a kezdeményezés az nagyon szimpatikus. Csak hát egy picit ugye a módszerek, amiket ajánlanak, a valóságtól elrugaszkodottak. Igen, meg hát a megfogalmazás, meg az egész íromány azért így. Igen, nem annyira szerencsés. Van egy hallgatónk, Gabi, hello Gabi, jó reggel. Sziasztok. Hello, te egy multinál dolgozol, Gabi? Így van. Na, és nálatok is van ilyen torna? Hát nálunk oké, ez kötelező torna, tehát úgy néz ki, hogy mondjuk, hogyha van az zárás, a hónap első 4 munkanapja, akkor minden nap be van állítva, hogy délután 2 vagy 3 óra, akkor mindenki szépen feláll a folyosóra, és egy ember kell levezényi a tornát, vagy hogy mit kell csinálni, és mindenki követi szépen a mozdulatokat. És milyen gyakorlatok van? Várjál, de van ilyen is, hogy nagy meeting, vezetőségi meeting, és ott is az van, jó, akkor tartsunk egy kis, mi úgy hívjuk, hogy ergo szünet, és akkor mindenki feláll, tehát a nagy menedzserek is, és mindenki tornázik együtt. És de mit tornáztak? 4 ütemű fekvő támasz meg? Ne, olyanok azért nincsenek. Hát ha ergo szünet, akkor csikidám, nem? Csikidámozunk, igen, mint a gidák az élén. Na szóval úgy néz ki, hogy a kezünket átmozgatjuk, a bokánkat, a derekunkat. Vannak egy-két ilyen erotikus mozgat is, amit én már nem, tehát én már rölgök, amikor a nagyfőnökünk így csinálja. Mögéd állod, és mondjam. Azért nem állunk egymás mögé, tehát azért az nincsen, bár lehet, hogy biztosabb lenne úgy, de engem általában ki szoktak zárni az ilyenekből, mert én nem tudom olyan komolyan átidéset csinálni, mint egyesek. Figyelj, és a nagyfőnök vezényli a tornát? Nem, csak ő mutat, érdek, mutat is, ő is beáll, és ő is tornáz. Jézus, ezt hol fogadjuk, hogy valami amerikai cég? Így van. Amerikai, ugye? Tudtam, ők ennyire betegek egyébként. Ez a nagy happy közös, mutassuk a hüvelykujjunkat és tornásszunk együtt, és de lehet, gyere rá, hogy ez mennyire lehet, jó. Hogy jó ez. Lehet, hogy működik. De nem, amúgy nem, tehát én szerintem nem rossz, mert kicsit megmozgatja az ember, kötelezően felállít, és nem az van, 80-en keresztül bámuljuk a monitort folyamatosan, és tényleg nem kapcsolódunk ki. Meg mi szoktunk ilyen, úgy lemegyünk közösen kávézni, és ezt ráfújjuk, ugye ez nem azt mondják, hogy kötelező, de be van állítva például a számítógépen, és egy óránként tartom. Tehát így lebokkol a gép, és nem csinálhat semmit, mert hogy meg kell várni, hogy akkor visszajöjjön a rendszer.
Ennek ez egyébként több értelme van, mint a közös toltán. Most gondold már el, Feri, most tényleg, hogy itt komolyan minket itt mondjuk 10 óra, 10 perc, kiszólítanának a folyosóra, hogy te mennyire mozgatnád át magad, vagy én vagy olyan, és mennyire állnál be csuklókörzés, fejkörzés, egy kis válkés, és adját már. Ott várnak itt minket a folyosón az Árpi, joggingba. A vezérigazgatók is. Mire kiérnék már, iszonyatosan négy ütemű fekvő támaszhozat. Mennyire realitása van ennek, ez beteg? Simán. Tessék? Én imádnám. Jó lenne, kicsit megmozgatom. Próbáljátok ki egyszer amúgy. Ergo szünet, tessék. Balázs, küldjétek valahol, mert biztosan fogja kommentálni. Délelőtti torna, Sebestyén Balázsra. Én még levezénylem szívesen. Én már táncolok. Nem, még semmi értelme. Figyelj, Gabi, és ez minden nap van nektek? Te minden nap egy adott időpontban kisűrültök a folyosóra, az udvarra, és csináljátok? Nem, hát most ilyenkor, hogyha ilyen nyugisabb időszak van, akkor mondjuk hetente, de mondjuk, hogyha ilyen zárás, vagy ilyen jobb a munka, akkor ilyen napi szinten. És ha nálatok egy... major. Igen, vagy rekettyés major, vagy várjál, mi volt még? Major, rekettyés, közeli park. Na most a heti egynek... Van belső udvarom, úgy igen. Na aztán a heti egynek, annak meg aztán tényleg mi értelme? Tehát akkor vagy csinálj minden nap 10 percet, de a heti egy 10 perc fejkörzés... De az... ez a, ami azt is, hogy egy csapat összehozó. Odaálltok, együtt leszek, mindenki beszélget. Aha, tehát hogy van egy ilyen kis igen, közös pszichés hatása. Szerintem van egy ilyen pozitív rész. De amúgy most itt kipogok, szerintem tudja, hogy mindenki hallja, hogy én vagyok, úgyhogy tudja, hogy bent elbeszélgetésed korán reggel. Hogy én nem többől tartok, mint egy elbeszélgetés. Tehát, bár az amerikaiak azért jó fejek, ezért nem, ha amerikai cégről van szó, akkor ezért nem fognak ki. Rosszat nem mondtál. Nem. Egy kis privát tornára behív majd a főnök. Van olyan, hogy ilyenkor egy pár, mondjuk akik ott jöttek össze a munkahelyen, amikor ilyen 10 perces tornamán gyorsan félrevonulnak, és így látjátok, hogy így próbálnak megszökni, és ők azt hívják ott... Kamerázott épületben vagyunk. Aha, nincs, hogy valaki gyorsan azt a 10 percet kihasználja, és akkor elvonul a párjával. De akkor ez nálatok működik. Meg az, amit mondtál, és egy picit elsiklottunk mellette, az viszont nagyon szimpatikus, hogy leállnak a gépek. Tehát hogy addig te gyakorlatilag legálisan nem dolgozol, hiszen nem is tudsz, mert hogy a rendszer áll. És rá kényszerítenek arra, hogy mozog el. Ez viszont jó, ez szimpi. Meg, hogy legalább másfelé nézél, tehát ott olyan tornák is feljönnek. Egy szemtorna. De nem, de legalább nem a monitor fogod bámulni, mert néha annyira belemélyedünk a számokba sajnos, hogy tényleg elfelejtjük, hogy basszus már olyan közel nézve a monitort, ami már nem egészséges, és káros a szememre. Mondjuk elinte ilyen fél tíz környékén, egyébként mindig eltűnsz én a rekettyésben. Kimész a majorba a rekettyésbe, hogy rád miért mindig tízkor jön rád, vagy fél tízkor jön rád ez a sétálhatnék. És kis rekettyés, vagy nagy rekettyés. Hova mész ilyenkor? Nagy susnyás? Traxre, vagy kis susnyás? Na jól van. Mióta dolgozol ennél a cégnél egyébként? 5 éve. Igen? Szereted? Igen, úgyhogy bevált, itt maradtam. Szereted? Jó hely? Egyik sem tökéletes, de nem rossz. Jó, nem kérdezek többet, na, nehogy ezért viszont már. Igen, nehogy. Négy több SMS kapja képtelen, tudod. Gabi, köszi. Én is köszi, sziasztok. Ciao, hello. Jó egészséget. Én azért egyébként megnézném a vágópirost, hogy itt tényleg ördög szekerezik, mint a galamival. Tehát azért azt én szívesen megfogják egy csukló láb, tudod, és aztán nyomják itt a bukpenceket. És szögdel. Jézusom, gyerekek, ez szörnyű. Na jó, van, hármas ugrás, játszunk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! És Orsi, és Pucsi, és Pucsi. Miért pont az Orsi Pucsi? Hát ne, miért nem a gyártásról a Norbi? Titus. A Norbi a gyártás. Miért nem Pucsit a Norbi a gyártásról? Igen. Titus. Halló, jó reggel! Sziasztok, Anna Mária vagyok Veszprémből. Hello, Anna Mari. Szia. Hello. Régóta próbálkozol? Igen, elég régóta telefonálgattunk. Hát kb. Minden nap. Minden nap? Aha. És mióta? Hát egy pár hete kaptunk rá, hogy talán összejöhet, aztán végül is sikerült. Na, hát van, aki évek óta is nem sikerült, hogy szerencsések vagytok. Hol vagy, Anna Mari, helyileg? Ó, Veszprémben vagyunk, dolgozunk. Veszprémben, mit dolgoztok? Egy irodában, hát dokumentumkezeléssel foglalkozunk így páran. Ahogy azt egyébként megszoktuk, árukezelő vagy áruszállító. Igen, valamok vagy, sofőrök vagy. Sofőrök, így van. Munkahelyi torna? Nincsen. Nem szaladok ki a gulyadombra egy picit. Nincs ott is. Ja, már nem szoktunk. Ülünk, dolgozunk, néha mászkálunk egyet a rekettyésben. Ugye? Egyébként a susnyásban. Kicsit elmászkál az ember a susnyásban. Na jól van. Oké, itt vannak a segítőim, jó? Az Attila, a Viki meg a Dani. Na, okosak? Hát remélem. Úgy nézik ki. Kis bizonytalanság van. Ebben nem voltál annyira biztos, hogy nagyon okosak lennének.
Na jó, vagy Jani, milyenek a kérdések? Az első kettő simán vihető. És a harmadikra oda tetted magad? A harmadik az kemény. Igen? Aha. Na jó, megnézzük. Így szól az első kérdés dedikált nyakbalkasztója. Ja nem, az se. Melyik forgalommal lévő pénzérvényken látható a Széchenyi Lánchíd? Gyorsan elő egy pénztárca. Ez pénz? Hát a pénzérme az nem nagyon lehet más. 200-as. Ki volt? Az okos? A csapatban? Kinek volt 200-as? Kinek volt 200-as? Ki tudta a választ? Én magamtól, többieken értetlenül néztek. Na, finoman alázod őket. Jó, hogy jöttek segíteni, de már a sokadik pofont kapják. Ez jó? Oké, menjünk tovább. Menjünk. Menjünk tovább. Így szól a második kérdés dedikált pólóért. Mi volt a keresztneve a szomszéd... Jézus, milyen kérdés. Mi volt a keresztneve a Szomszédok című tévésorozatban az Ábel Anita által megformált szereplőnek? Valami gyümiről volt, nem? Gyümi, persze. Alma. Pomelo vagy? Nem. Kérdezd meg a többieket is. De várj, rosszat mondok. Kérdezte. Kérdezted? Kérdezte. Jó szívűek, de... Gondolkodnak erősen. Gallerek vagytok. Magenheim volt a vezeték neve. Magenheim Flor. A híres gazdagrédi Magenheim Flor család. Ők voltak a legkönnyörtelenebbek, ők a hatodikon laktak, vagy alul a félszuterén, mert ritkán engedték ki őket a Magenheim Flor. Nem Flóra. Vért ittak, és a kis Julcsival táplálkoztak. Mindig leszakítottak belőle egy darabot. A Magenheim Flor család. Ja, most már tudják. Mit tudnak? Hogy? Valami Júliát mondtak, nem? Hát, Julcsi egy egész ország. Magenheim Julcsi, ő volt. Hát, ez bebukti. Hát, ez be. Ő vele járt a nevet, Kristóf? Igen. Egy darabig. Igen? Igen. Szúrtak? Hát, szerintem hát, igen. Biztos ott. Igen? Persze, így van. Besétált német Kristóf a susnyásban? Koptatták a tézé művérülését fentes. Na jó van, hát... Anna-Mari. Köszönjük szépen. Már nem szeretsz minket annyira, hallom, hogy azért az a nagy varázs az exünk. Nem változik. Jól van. Köszönjük, ciao. És a többieknek is. Jó, köszönjük. Puszi, sziasztok. Hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. De a kibától néha kölcsönkérték a ladát. Igen, hátsó ülés. Mindig is az volt a kedvenc részem, amikor egyrészt fölrobbantanak egy presszót, azt nagyon szeretem. A bízszót, a másik a tojásgránátos támadás. Bedobnak egy tojásgránátot, Alma meglátja, megfogja és visszadobja gyorsan, és egy ilyen régi kibelezett ladát rendszám nélkül fölrobbantanak, nagyon jó. A másik, amikor a gazdagréti Batman-t nem csak Károlyt megverik. Igen. És elmondja, hogy sok mindenért vertek már meg. Mindenért vertek már meg. Azért, mert cigány vagyok még, nem? Ez volt, ez volt konkrétan a szöveg. Cigány vagyok még, soha. Azt a modorosságot, azt a betanult ízű szöveget. De néztük, Jani, én is néztem. És szerettük is, annó. Vagy nem? De akkor még nem volt egy 24-es inger küszöbben, tehát akkor még kifel Sutherland a 24-el még azért nem nagyon osztott azért, tehát nem volt mihez hasonlítani. Most már ezt így visszanézve egyébként. Akkor még csak a támadás a idegen bolygóról, az Alpha Hold bázis, az Onidn család, és ahogy hívják, nem tudom mi volt még akkor, ezekhez lehetett hasonlítani. Nem volt rossz. Igen, szerettem. Na jó, van 5 perc, a 9 óra Peti hetes rovatunkkal jövünk vissza. Kicsit tetszik is a dolog, meg tartunk is tőle. Mit énekel, Peti? Nézzük meg, hogy miket szedett össze. Nem akar tudni. Nekem ki kell mennem most a rekedkézbe. Halász Judit kínos titkot árult el a múltjából, 5 évesen totálisan berúgott. Majd megírják Judit néni, azt na, is. Ő is olyan illusztris csapatot keveredik, mint én. Kedves műszerűen nem sokára ott fog majd szerepelni egy képes magazinban középen a Drew Barrymore mellett, aki szintén már 5 évesen már rossz útrat. A Ferit is berakták a nagyágyuk mellé. Bizony. Stól, Szabó Győző, igen, ott volt a kábszeres. Igen, a kábszeres. Szóval meghallgatjuk majd a Boldog Szülinapot felnőtt piás verzióját. Aztán Eros Ramazzotti saját szakáccsal érkezik budapesti koncertjére, tőlünk csak egy tévét kért. Nem bízik a magyar konyhában, kérdezi Peti. Erről énekel majd. Valamint, ezt nem annyira értem, készen áll a szerelemre a kecske szakállas nő. Oh. Hú, de bizony. Ez jó lesz. Igen. De 4-et írt, mi van Petivel?
bizonyítani akar. Tegnap volt a költészet világnapja, a Petőfi Sándor Falu végén Kurta Kocsma című költeményét dolgozta át 21. századi verzióra. Na vajon miről szól? Igen, magas labda. Ezzel jövünk tehát a hírek után 4 perc múlva 9 óra. 9 óra múlva 13 percet, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Hello. Mi van, mi vagy kihasználtam egy kicsit Beauty and the Beast-et, és kiszaladtam a rekedjésbe, de annyian voltak kint, hogy egyszerűen megmozdulni nem lehet. Mindenki a susnyásba, a rekedjésbe vagy a közeli zöldben tornázott éppen? Igen. Legközelebb a Majorba megyek ki. Közeli parkba egyszerűen nem lehet. Közeli parkba, Majorba rekedjésbe. Tényleg, én azóta többször elolvastam, nagyon szeretem. Értem, hogy a szándék jó, de döbbenet. Tényleg döbbenet. Nem evilági az az ember, aki ezt csinálta. Na, itt vagyunk, vannak közlekedési híreink. Egy nagyon fontos, itt van egy hallgatónk. A vonalban mondja is. Hello Tibi, jó reggelt. Hello, sziasztok, jó reggelt. Hello, merre? Kelepesin befelé jöttem, és a stadionok előtti nagy kereszteződésnél balról bejött egy ló. Na. Tehát, konkrétan ott kószál az úton, a kereszteződésben, nagyon kedves, gyönyörű szép állat, tehát valami versenyló féleség lehet, ott nézegetik, őt fütyülnek neki, de igaziból gazda, vagy valaki, aki figyelne rá, az nem nagyon volt. Nem szedtél be ma reggel véletlenül olyan vita, mint amin esetleg egy sárkány volt, vagy egy Elvis fej, vagy... folyamatosan értedek, úgyhogy nem történt változás. Akkor jó. Tehát besétált egy ló ott a stadionoknál valahol? Igen, a kereszteződésbe beügetett, de ilyen gyönyörű szép tartással, fényes szőrrel, úgyhogy teljesen jól nézett ki. Hát dobta be magát a köztudatba, hát nincs azzal baj. Kicsit tájidegen volt, de más probléma. Fel volt nyergelve? Vagy teljesen? Nem, teljesen naturmesztelen ló volt. Nem volt fehér és egy szarva homlok a közepén, vagy szárnyak rajta, mert akkor tényleg... Igen, és azt mondta, Tibi, kívánj valamit. Nem volt ilyen? Nem. Furcsa volt ilyen, valamilyen kis repülő bigyó volt a feje környéken. És futott utána valaki? Nem látták, hogy hol merre ment? Nem volt ilyen? Senki nem jött utána? Nem is kerestél? Nem. Ott volt egy, hát valószínűleg egy hajléktalan, aki a újságot árult. Ő letette az újságot és elindult utána, hogy ebből mi lesz, azt nem tudom. Mondjuk azt megpróbálja befogni. Tudod, egy ilyen megrémült lovat, kantár, vezetőszár nélkül ott megpróbálni megállítani, az egy forgalomban, hát az ember legyen a talpán. De egyébként az autósok nagyon-nagyon korrektek voltak, mindenki lelassított, meg megálltak, úgyhogy szerintem vigyáltunk rá, csak jó lenne, hogyha valaki onnan el tudná szállítani. Hát nyilván mindenki megjét agyórúgja az autó. A ló érdeke volt másodlagos, hogy odarúg egyet, akkor vége a kasszinak. Nem volt, nem szaladt arra fele egy apró termető lovaglónadrágos ember sisakban a kezében ostorral, hogy esetleg volt. Nagyon felbőszülve kiabált. Igen. Nem látták a lovamat, nem látták. Nem a Hajas Laci gyakorol valahol? A vágtál a titokban valahol készül, nem láttad a Lacit ott valahol? Mondjuk akkor érthető, hogy nem volt a lovon. Lovagló csizmában, hol a ló? Nem volt ilyen. Na jó van, Tibi, oké, köszi, hogy elmondtad. Nagyon szívesen. Köszi. Szép napot nektek. Ciao, hello. Yeah. Na, ha valaki látja a lovat, írjon már, ez jó. Azért ritkán látni ott a stadion környékén kószáló lovat jobbról beszaladni. Hmm. Ha valaki látta a pacit, akkor küldje el nekünk, hogy most éppen hol van. Egy marék szénával vagy zabbal el lehet nyerni a bizalmát, esetleg cukorral. Mindig van nálam egy marék zab. Egyrészt én mindig lapul a belső zsebedben némi zab. Igen. De hogy ilyenkor azért az ritkábban. Tehát lehet bármilyen kockacukor, meg amikor így elszabadul, és megijed, meg van rémül, vagy ilyen szépen mondjam, akkor azt ott nem lehet állítani. Honnan jöhetett az el? Tessék? Hát nem lehet, hogy a Ramazotti készül valami lovasz számmal, és ott az arénában. Most komolyan van, hogy most lép majd fel az arénában. Nem, hogy ez egy hónap múlva lesz? Ez kicsit korai érkezés lenne. Nem tudom. Na mindegy, jó, megfejtjük majd, ha valaki tudja, írja meg nekünk. A Bécsi befelé azért halad lassan, mert az Ürömi lámpa után a Bojtár utcánál le van zárva a szélső sáv. Azt elhagyva utána már minden oké, írja nekünk Zsoltika. A Lágymenyesi hídon áll mindkét irányban a forgalom, a Hungáriai szintén áll. Annak köszi a puszikat. Puszikat adogat. Fékpados KPM a Szerémin, ezt Jani Szán küldte nekünk. Köszönjük szépen. M1 Győr felé Komárom kihajtó után trafi a felüljáróról, ez pedig Cipócska üzente nekünk. 0-70-645-00-00, ez az SMS számunk, ide várunk közlekedési híreket. Már befogták a lovat. Igen? Na. Azt írják, igen. Na. Igen, nem tudják egyelőre, hogy kié volt, Pintér és Semjé, vagy Hajasé, de... Hát lehet, hogy Rahan gyakorolt valahol. Valami lovaszínháza a pesti bemutatója van Rahannak, és az egyik kicsit megszabadul, elszabadul. Elszállt a fülesebb. Na.
Halló, hallasz bennünket? Most igen, csak picit eltűntem saját magamat. Na, Peti hetes rovatunk, mint minden pénteken. Igen. Most is. Most is picit mik a hírek? Kicsi, tetszik is a dolog, meg tartunk is. Főleg a kecske szakállas nő. Azt figyelj. Az nagyon jó. Tudod, miről szól a dolog? Ma mindjárt odaérünk, elmondom. Egy nő, aki egy idő után úgy döntött, hogy nem vágatja le a szakállát. Tehát volt neki, ugye? Erőszörzete kezdett nőni. Egy időben pedig azt mondta, eddig nem tovább, vége a borotválkozásnak, és azóta szakállal éli az életét egy nő. Egyébként egy cirkuszhoz csatlakozott, és ott lép föl. És ez megtörtént, ez Angliában történt. Jaj. Na de, nem ezzel indulunk. De szexi. Eros Ramazotti saját szakáccsal érkezi budapesti koncertjére. Ezt nem értem. Én is meglepődtem, mert amikor elolvastam ezt a hírt valami olyan portálon, hogy valahol nem voltak ékezetek, és én úgy olvastam, hogy csak egy tevét kért. Aztán kiderült, vagy legalább a tevet kért. Mondtam, hát ez a Ramazott is a régi már, hogy csak egy tevét kér az öltözőjébe. Mit csinálok? Tényleg így olvastam. Próbáltam összetenni, hogy jó gyerek, meg olasz írta, hogy mit csinál egy tevével az öltözőjébe. A sivatag hajójával itt, ugye. De nem, aztán helyére került a dolog, mert egy tévét kér, csak az öltözőjébe, amivel ő sportműsorokat tud nézni. Aha. De ez tök unalmas. Hát ezeknek a sztároknak, akik fellépnek, világsztároknak, Ramazotti az világsztár? Hát, vagy ő csak az, Európában inkább? Szerintem világsztár. Igen. Nem ismerik minden. Minden halálában ismerik a nevét, csak a slágereit nem. Igen, például Amerikában őt mennyire ismerik, mert azért aki Európában, meg nálunk olyan baromi nagy sztár, Amerikában lehet nem is hallottak róla. Tehát Robbie Williams se tudott. Jó, akkor Európa sztár. Európa. Na. De ez nem tök unalmas? Hát miért nem ad le valamit, amivel kicsit azt gondolom, hogy ő így izgalmasabb? Mert már leadott ő elég sokszor, szerintem már túl van mindenem. Én szeretem, amikor ilyen teljesen elvetemű dolgokat kérnek, hogy legyen, nem tudom, csak fekete tapéta, legyen két elvéreztetett kakas. De, ami tényleg nem tudsz megmagyarázni. 102 darab fehér orhidea, nem 103, nem 101. Én ezt kicsit 40 bírom. Darab kürtös csiga. De tényleg? De mit kérnél? Nem, hát baromságokat nyilván. Na, talán a Britinek a menedzsere nyilatkozta le, hogy ez részben ez azért kell nyilván, hogy magát ugye a kép meg az image az így fennmaradjon. Minél nagyobb hülyeséget kérsz, ugye nyilván minden, annál jobban pozícionálhatod magad. De ő csak egy tévét kért, meg hozta a saját szakácsot. Pedig csomó jó olasz étterem van nálunk. De ez megvan, hogy így feltett lábbal nézi a Digit, vagy a Sport Egyet. Na, mert jó fejek a szervezők, akkor beteszik a tévét, és nincs bekötve. Igen. Csak egy tévét kért. Tévét kért, ennyi, az itt van. Megnéz két meccset, nem tudom, mit játszott a Milán, nem tudom, a Juventus-szal, és fölmegy, lenyomja a koncertet, majd visszaül. De te gunalom, nem? Ez nem olyan extra. Igen. Na mindegy. Peti ezt a hírt is megénekelte, és feldolgozta, mutatjuk, hogy miképpen. Ungarese ristorante, babgulás meg zsíros cucc, jó makaroni milanese, vagy spagetti bolognese. Carbonara, lasagna meg penne gnocchi, nincs szükség a fasírtra, inkább dalolo pacsírta, nem kell paprikás halácska, sok itt a szép kövér macska. Na jó, egy perkelt zóna, avanti soda bicarbona. Signore, mondja, merre van a latrina? Arrivederci, hasci, caro Pavarotti. Grazie, nem che olio ritino so. Csak avanti toalett. No, no. Jaj, Pavarotti-hoz? Így egy kis Pavarotti. Halász Judit kínos titkot árult el a múltjából, 5 évesen totálisan berugott. Hú, te durva. És ezt ő énekel a gyerekeinknek, érted? De hihetetlen, nem? Elképesztő. Gondoltátok volna róla. A csiribiri, csiribiri, ezek után. Hát a csiribiri, csiribiri, igen. Ezt tudjuk, hogy maga a vers is, hogy született, az tulajdonképpen erről szól, igen.
5 éves voltam, és Zugló kertvárosában éltünk a családommal. Nyilatkozta ezt Halász Judit, pár házzal odébb volt a Lajos bácsi sarki kocsmája, ahonnan jobbára vitték a bort, nem ültek be iszogatni, édesanyám elküldött, hogy hozzak egy literrel. Egy decivel értem haza. Hazafelé arra gondoltam, hogy megtrifálom a családomat, hogy lássák, én is szeretem a bort, nem csak a felnőttek. A felét tudtam meginni, és totál káros lettem tőle. Azóta nem szeretem a bort, inkább sört iszom, meséli. De tök jó arc, hogy ezt elmesélem. Igen. Miközben 5 évesen vagy 6 évesen benyomott fél liter bort, az kemény. Azért meg fölborul a koordinációt 6 évesen. Nem? Picit, hogy megtántorodsz azért. Meg, most nem akarok nagyon vájkálni ebben a sztoriban, de azért 5 évesen elküldik egy liter borért. Hát miért? Hát ott mi? Tök normális dolog. Lajos bácsihoz. Persze. Vegyél egy fagyit, meg egy liter bort. Egyébként jó a kérdés. Juditkám, szaladj már 5 éves vagy, hozzá nem vagy gyerek. Liter bort anyádba. Hozzá. Azért az kemény. Tényleg érdekes. Így van. Hát jó, hát igen. Hisz már kidert. Én semmi rosszat nem engedek, hogy mondjatok róla, én imádom. Nem, én nem ott ülök minden halászüli koncerten, ahol ami a közelben történik a lakom, robbantunk a csiribirivel, zárjuk a nem tudom már mivel, Benny táncol, a gyerekek imádják, tehát ő tényleg egy csoda. Juditka. Hol a nem hol engedem. A bor? De most nem. Hol a bor is? Itt a gársz. De szóljál. Na, ne bántsátok tényleg. Meghallgatjuk, mit énekel. Erről Peti. Ez a nap más, mint a többi, ezt te is jól tudod. Azt reméled, hogy benyomva az összes csajt megöleled. Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk. Na kocincsunk és ígyuk szét, ha maradék hagyunk. Megint egy évvel öregebb lettél, és bölcsebb is talán. De a bölcsességet kibudjam a kocsma budi falán. Megtudod, hogy mennyi itt a kedves jó barát, akik a Facebookra kiposztolják a csurom húgyos gatyád. Boldog, boldog, boldog születésnapot. Tudjuk jól, hogy a nap végére magadat szétcsapod. Feles után jön a sörbor peskő, majd ezekből koktél. És olyan vadul ordítasz, mint amikor születtél. Hajnaltájban az utcán faltól falig rókázol. Anyád reggel óvadékkal ment ki a kórházból. Boldog, boldog, boldog születésnapot. Tudjuk jól, hogy a nap végére magadat szétcsapod. Hát ennek semmi köze nem volt Halász Judithoz. Hát szemben saját élményeit dolgozta fel itt egyértelműen, Peti. Igen, általában nincs köze a hírhez. A dal és a hír sokszor, igen, nem nagyon találkozik. Készen áll a szerelemre a kecske szakálú nő. Na, végre. Van már partner. Végre. Hát mutatom. Ki tudjuk dobni a Facebookra, Lac? Ki tud rakni? Van kép. Jézusom. Ez miért? Hogy? Az hogy nőtt oda? Nem mondd, hogy azért nem játszol el a gondolattal. Nem. Azért nem mond. Ne haragudj, nem. Nem mond, hogy nem. De te igen? Nem mond, hogy nem jó, ha kicsit megcsikizik a heréded. Harcőrre. Következő történet. Ez a történet, ez valóban így van. Hát képzeljünk el egy egészen helyes nőt, akinek olyan brutális arcőrzete van, de csak szakálnál, ami szinte felfoghatatlan. 28 évvel ezelőtt fia születése után kezdett erősödni. És előtt egyáltalán nem volt ilyen problémája. A nőgyógyász azt mondta neki, hogy nem kell aggódnia, minden anyánál előfordulhat ilyen elváltozás, majd elmúlik. Évekig pusztított állítólag a szőrszálakat, ráunt és végül leállt a tépegetésről. 2008 óta inkább hagyja, hogy szakálos vagy. De hogy miért? És egyébként, miért az egy formára vágott, borotvált szakálbajusz. De érted? De miért csinálnak ilyet emberek ezt? Értitek? Na megunta, ráunt. Na meg, hát vállalja. Próbálkozott. Időigényes volt. Elektrolízis, nem segített. 4 év éppen munkanélküli volt. Tartós szörtelenítés se. Igen. Kíváncsiságból úgy döntött, leáll a szörtelenítéssel, úgyse látja senki az arcát. Boldog a szőrzetével. Tessék? Hát munkanélküli volt akkor. Boldog a szőrzetével, nem akarja levágni. És a saját anyja se piszkálja. Képes végigolvasni a kommenteket. Most egy cirkusszal utazgat, velük lép fel, mint szakállas.
Hallod? A cirkusszal lép fel, mint szakállas nő. Egyébként várja, hogy rátaláljon a szerelem. Mert egy évtizeden nincs már senki. Csodálkozik, hogy nincs senki. Jó, nem tudok mit hozzáfűzni. Na ennyi. Hát egyébként... De helyes a csaj egyébként, az a durva. Engem nagyon emlékeztet, hogy minden tiszteletem mondom ezt Endrei Juditra. Gyakorlatilag egy az egyben úgy néz ki, mint Endrei Judit szakállasan. Igen, ha valaki mag előtt tudja képzelni, vagy mag előtt tudja képzelni Endrei Juditot, tegye rá szakállat. Tényleg olyan. Egy az egybe. Mutasd csak. Ne, megkívánod. Már túl vagyunk. Hát, hogy picit ráindultál. Hát egyébként fej. Igen, egyébként tök ugyanaz, tényleg. Ugyanaz a frizura. Mit szólnál Feri a párod kitalálni, hogy mostantól kezdve nem nyírja az arcőrzetét? Na egyébként most se nyírja. Ebben a kérdésben már több kedvesség van. Éreztem. Mit szólnál akkor, ha? Mit szólnál természetesség akkor, ha a béka leállna az arcőrvágásra? Már most se nyírja. Otthon szakállas. Mi még küzdünk, de lehet, hogy mi is fel. Mónika, mikor adja már föl? A múltkor találkoztunk, én feladnám. Még bírja. Még bírja. Nem, igénylem. Még naponta kell élezni az óvodnál. Csak a gyerek miatt engem nem zavarnak, tudod. Csak a gyerekben tudod, nehogy itt, mit tudom én, hogy lelki károsodásokat okozzon. Összezavarodik kicsit. Apa? Anya? Döbbenet. Tényleg milyen sorsok vannak, elképesztő. Na, Peti, erről énekelt valamit, hogy mit, azt nem tudom, és nem is vállalunk érte felelősséget, de már is megmutatjuk. Kedvem levert, egyszer este lementem egy remek helyre, mellettem egy telt menyecske, felest rendelt hetet egyszerre, megvedeltem egyet-egyet, telt menyecske egyre szebb lett, fele estet elfeledtem, reggel egy kecske mellett keltem, nesze nekem el kell vennem, mert egy telt perverz menyecske, ezt szeresed, nem lesz mereved, egyre keseregsz, fejed melegen, velem mennem kellemetlen, szesszel kelek, szesszel fekszem, keblek kerek, de nem engedem, kecske teje nem kell nekem, mesztelenre levetkezve, kerget csesztet, szeretkezne, leteper engem este reggel, fejed lefedem egy vederrel. Hetek egyre mennek, telnek, felmekeg egy kecske gyermek. Kedvesem, egy kecske, egy telt perverz menyecske, ezt szeressed, nem lesz mereved, egyre keseregsz, fejed melegebb. Az miről szólt? Hogy felszedett egy kecskét? Felszedett egy kecskenőt. A kecskenőt felszedte tulajdonképpen. Na. Lefedlek egy vederre. Mi az utolsó? Ja igen, a költészet napja, hogy adjunk egy kicsit a kultúrának, és tegnap volt ugye a költészet napja, mi is kielemeztük a Vakond, akinek lekakilták a fejét című mesét. Petőfi Sándor Falu végén Kurta Kocsma című költeményét dolgozta át 21. századi verzióra. Ami Petink. Ugye az eredeti versről csak beszéljünk néhány mondatot, hát ha valakinek most így kicsit hiányosabbak az irodalmi ismeretei, vagy már régen volt. Ugye tulajdonképpen arról van szó, hogy most az eredetit mondom, ugye a Petőfi verset, hogy buliznak egy kocsmába, ugye? Kivonatosan igen. Így van. Tulajdonképpen ez történik. Ott a Szamos partján. Húzza a vonós, ugye húzza, jobban táncolni kell, bekopognak, igen. Hogy az uraság aludni akar, legyenek egy kicsit halkabbak. Senki nem foglalkozik vele, buliznak tovább, majd ugye bekopognak megint, és elmondja valaki, hogy csendesebben vigadjanak, mert hogy ugye hát szegény édesanyja. Az édesanyja beteg. És akkor abba hagyják, bulinak vége, szépen mindenki hazamennek a legények. Nem vonnak, nem ütnek, nem fúvnak. Igen, ez maga a vers. Most azért ez 45 perces irodalom órát még nem tett ki, de nagyjából így felelnék ebből a versből. De ez nem rossz egy, hogyha most leírtam volna egy nagyon korrekt olvasónaplót. Azt gondolom, hogy megvagy, nem kell elolvasnod. Amikor a gyerek megkapta volna ezt házi feladatban, én csak így odaadtam volna neki. Ezt mondja el az irodalom tanárnak. Húzzák, kopog, nem hagyják abba, megint kopog, abba adják, haza. Kérdezi, ki írtam, mondd azt, nem te Sebestyében. Na, ez csak azért, hogy legyen némi ismeretetek így a vers terén, és akkor most meghallgatjuk, hogy néz ez ki. Még egyszer a költő nevét légy. Mert azt elfelejtettem. Arany. Megmutatjuk, hogy néz ki ez a 21. században.
City végén menő Dizsi, onnan rúg ki a security. Cool a pia, mi volt benne, a flash, mintha közeledne. Sirály bigel közeledik, a sok spal lecsendesedik. A fehér rucit kikötötték, de a ruci alatt a sötétség. Zsír a music nagyon oké, új mixet nyom a diszjoké. Haver csávok nem stresszelnek, reng az ablak, úgy denszelnek. Pultos bébi, te kis ribi, nincsen piám, az a bibi. Nyomás ide egy kajpirinyát, frankon vattát köpök mindjárt. Tolja DJ, pörgesd jobban, a mély nyomó majd szétrobban. Bepattintok még egy exet, nem hagyom abba a dance-et. Bekopognak az ablakon, zajos csürhe szemben lakom. Azt üzeni az én nejem, a basszustól szétmegy a fejem. Öreg, ne pampogjon nekem, mert a végén megfejelem. Csapas DJ csak azért is, lehet akár hajnal hét is. Megint jönnek, kopogtatnak, csendesebben gizduljanak. Mi vagyunk az önkormányzat, végleg bezárjuk a házat. Hey, Peti! Jó, ez szellemes volt. Csendesebben gizduljanak. Csendesebb egészdőjenek, mi vagyunk az önkormányzat. Egyébként. Ez jó, teljesen. Tökéletes. Ez 2013-as. Sajnos, tökéletes. Egyébként így van. Fél tíz múlt pontosan 4 perccel, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show. Nincs szebb látvány, gyerekek, amikor két férfi ember egymásnak feszül és masszírozza egymást. És az egyik kéjes arccal ül a masszírozástól, a másik ilyen félpervers mosolyal az arcán masszírozza a másikat. Ez... Tehát egy, tényleg miért nem tudja két nő masszírozni egymást? Gyuszko itt a valóban. Amikor végre így leomlanak a gátak. És nincs meg, ez a felesleges ilyen távolságtartás. Nem egyszerűen csak. Egyszerűen csak masszírozzák egymást. Jó csinálja, Laci. Jó, mi? De Gyula, miért meg ilyen perverz arcot közben? Mert ő egy olyan ember, aki nem magára gondol akkor sem, amikor a névnapja van, hanem arra gondol, hogy másoknak szerezzen örömet. És én, ahogy egyébként Laci arcára nézek, hát mondjuk... Azt gondolom, mert nem kell sok. Igen. A bumbum finish nagyon szereti a Laci Gyula. Mondom, hogy egy jó happy finish-el a mennyekbe repített. Picit majd mész távolabb is, még akkor mindenképpen kopogtassa be a tikuszhoz is. Jó, mert ő, ha valaki imádja, akkor igen, az ő. De két fánkérő is legyúrt téged. Ezt elhiheted. A vaníliásért meg aztán abszolút. Közlekedési híreink vannak. 44-es úton Békés Csaba felől a szarvastábla előtt baleset. Aki teheti, kerüljön, mert őrült dugó lesz. Kaptuk ezt Anikótól, köszönjük szépen. Valamint a Margit híd Budáról Pestre áll, a másik irányba, meg a külső sávban lerobbant kamionokhoz kisebb torlódást üzeni Gábor. Az Égrici pihenőben egy kocsi kigyulladt, füstöl lángol, írja Kriszta, ez az M3-os Budapest felé vezető oldalán van. És Kecskeméten a Dunaföldvári úton az Ossannál az M5-ös felé trafiznak szürke Toyota Yarisból, üzeni Viktor. 44-es főút Szarvas és Ezüstszőlő között baleset, igen, ezt mondtam. Nagy dugó Budapesten a Rákóczi úton, az okát egyelőre nem tudjuk, írja Tomi, valamint Jani Szán üzente nekünk, hogy KPM van a Szerémén, úgyhogy aki érintett, az figyeljem. Ez itt a Morning Show. 6 perc múlva 10 óra, balatoni elkerülő mérnek, és szintén mérnek az M1-esen a 87-es kilométernél a felüljáróról Győr irányába. Vili küldte nekünk. Itt vagyunk a Kerepesin, hol a ló? Begyűjtötték már. Trafi a Komjádiuszod előtt az Árpád híd felé, meg ezt is kaptuk, és szintén van egy trafin Kistarcsa belterületén a 3-as főúton, Roli, köszi. Sok a trafi, nem? Beindultak. Dolgoznak, hát tavasz van ilyenkor, kicsit átrabban a válszagász pedállal. Kicsit megforcozzák a költségvetést. Meg hát, ahogy tavaszodik, ugye egyre több a zöld, és egyre jobban, egyre könnyebben lehet átszázni őket, úgyhogy szerintem most be fogunk indulni. A trafit. A trafit. Igen. Mert hogy arról beszéltem, hogy gyors hajtást, ja. Érted? Figyeljetek, megnéztem egy pár hódos videót, pontosabban beléjük néztem, fönt a neten, és van egy nagyon érdekes tapasztalatom ezzel kapcsolatban, amit meg szeretnék osztani veletek. Hogy ugyanis a hód akkor válik agresszívvé, amikor oda mennek és elkezdik cseszegetni. Ez így van. Ez egy kiváló meglátás.
Tehát, hogy a hód egy békés tehát, állat, de ha cseszteted, akkor átfalad. Mit akarsz ezzel mondani, János? Azt, hogy nem lesz semmi baj, ha nem cseszegítették a hódot, mert a hód nem játék. A hód és a medve nem játék. Hello, Csabi! És ezzel én is így vagyok, szevasztok. Hello, mi újság? Szerintem az emberek is ilyenek. Amíg nem cseszeketed őket, addig békések. Igen. Minden oké? Okay? Van egy nagyszerű hírem. Na. Futni fogok a Janival. Júj. Hát igen. Igen. Örülünk, hajrá, hajrá. Ugye jövő héten lesz a Vivi Csitta, a város védőfutás is, hát minket ugye beneveztek ide. Szani Roli kollégát, Abázi Csabi kollégát és Vadon Jani kollégát. Na, az én vagyok. És igen. És hát... Nem nyerni megyünk, ezt azért szeretnénk már most kijelenteni, hanem ez a részvétel. Ez egy abszolút helyes önismeretről tanúskodik, Csabi. Abszolút. Ez egy jó meglátás. Szombat, vasárnap? Hú, most meg fog teszem. Jövő héten vasárnap. Ez vasárnap lesz, igen. Ja, ez a tízes, vasárnap. Amit mondtatok, hogy tízet kell lefutni. Lehetne a félmaratont is futni, lehet tízest is futni. Van 7 kilométeres táv is, van 3 és feles is. De hát mi? A tízest vállalunk. De te hogy fogsz lefutni tízet, Csabi? A lábamon. Az mondjuk jó kezdés. Futottál a Szigetkör óta, mert abban majdnem belehaltál. Futottam, igen. Nem haltam bele, csak úgy csináltam, mintha, hogy izgalmasabb legyen az adás, aha, hogy dráma legyen. Egyébként szerintem simán menni fog. Jó. Hanem akkor elnézést kérek, és a Jani elhagy engem, és letagad, és soha nem ismert, de szerintem menni fog. Sőt, nem, Janit ismer az első 600 méter, szerintem lenyomja veletek. És az nem lesz, kezd kellemetlen lenni, tudod, és utána kilő, és ott hagy veleteket. Hogy ismerős ott vár egy... És bár nem versenyezni megyünk, azért a Rolit azért szeretném magam mögött tudni. De hogy őt lenyomja. Igen, a Janit nem fogom megelőzni. Ja, csak jelzem, hogy a Roli azt mondta, hogy mindenki a saját tempójába fusson. Feri, nem tudom, hogy vegy ezzel ez a sztori, nem tudta megemelni a pulzusszámomat. Azon gondolkozom, hogy van egy haverom, akinek van egy kifekült motoros régi ilyen dízel merdzsója, hogy azzal mennénk előttetek. Ami amiről már beszéltünk, hogy vagy előtt. Tehát így szépen kísérünk benneteket a cél előtt egy kilométerre, mi megállunk Balival, fölülünk a Verda tetejére, ott elfalatozgatunk, és hajrá, sokkal könnyebb lenne nekünk így. Hát ez a dolog lény. Én sportolok elég sokat, ez a futás, ez valahogy továbbra sem. Tiszteletem a tiétek. Igen. Csabi, meg főleg, ha lefutod. Hívjuk a naphallgatóját, és valami olyat adunk neki. Valami olyat, ami felfoghatatlan, elmagyarázhatatlan, jelzőkkel nem leírható, szavakkal nem kifejezhető. Mit mondjak még? Nem kap semmi. Nagyon nagy dolog. Morning show. Az bizony, hello! Jó reggel! Hello, nem írtad alá, csak azt írtad, hogy G. Igen, azért nem tudom alá menni, de vagyok, és már beszéltünk múltkor. Csináltatok velem riportot szinkronizben, és ez egy másik szám. Azért írtam erről, mert nem akartam, hogy azt higgyék a hallgatók, hogy kivételeztek. Mennyire profi vagy, és ha most ezt nem mondod el, akkor meg is maradtak volna ebbe a hírbe. Igen, igen. Most már ezt elmondtad, most már ezt le nem mossuk magunkról. Na, mi van a szerepünkkel akkor? Kezdjük így. Igen, akartam is nektek írni, mert hogy felvettük a 6 részt, és egy olyan ügyes mondat nem volt benne, amit rátot tudtam volna bízni, mert hogy minden szereplő benne volt, de semmit nem felejtettem el, és egyeztetni fogunk mindenképp. Ez kicsit fáj. Igen, majd mi is így járunk az ajándékkal el. Bár a dolog vigasztal, hogy kedden megyek valahova szinkronizálni. De nem, nem tudom. Fölhívott valaki, hogy menjek el kedden valami rajzfilmbe szinkronizálni 10:30-re valahova. De kettő dolgot nem tudok, hova kell mennem, is kihívott. Igen, és Vakond, ezt tudom neked elképzelni. A kisvakond, akinek lekakilták a filmet. És a végén úgy köszönte, hogy akkor kedden találkozunk Rákóczi úr. Igen. Na, igen. Majd jó, begyakorlod, mire jött, hiszem a profi lesz. Bizony, tényleg nem tudom, hova kell mennem. Na, te azt írtad ugye, hogy ne bámuld a mellem, nem bámulom szemtorna. Ez vonatkozott arra a híre, hogy kötelező tornát írtak elő néhány alkalmazottnak bizonyos munkahelyeken. Na, mondjuk, hogy hova tudsz elmenni, pesti vagy? Igen. Ezt hallgass! Ah, hogy szól ez? Gyönyörű, ezt még a Fekete-fehér tévéről vettük föl. Ezt valaki hát tud bemutatni, hogy milyen megálló következik? Igen, nem jelentő. Hát mondjuk a magyar hangokat, Csankó Zoltán, Lánc Lajos. Szerencsé, Vakránik Lajos. Figyelj, Gerda, eljutatunk téged Budapest, Magyarország. Mit Magyarország? Magyarország. Ha? Európa. Mit Európa? A világ. Mit a világ? Az univerzum. Leges legjobb amerikai éttermébe. Ha szereted az amerikai kajákat, az amerikai életérzést, és melyik az és ott van. Így picit nehéz azért elmondani. Szóval az amerikai kajákat, sztékeket, hamburgereket, koktélokat, shakeket. Vagy ezek vegetáriánus verzióját. Igen, Vadon Jani, Johnny Burgerét, a Morning Show menüt, minden meg tudsz ott kóstolni.
téved és ne esik, ez nem a mi helyünk, nem azért mondunk róla ennyire szépet, hanem azért, hogy érezzük a hallgatóink, hogy mi csak és kizárólag jó helyre küldjük el a hallgatóinkat. Van autód? Van, igen. 5000 forint értékben azt is megtankolja neked ez a nagyon drága hely, ha autóval mész. És 5000 forintból ne gondold, hogy csak te egyedül tudsz enni, abból ketten-hárman csöcsre zabáljátok magatokat. Csöcsre vágjátok magatokat. Mondjad, Gerda? Sok embert viszek magammal, mert nagyon keveset szoktam enni. Jó. Úgyhogy engem inkább etetni jó, mint öltöztetni. Jó, ha keveset eszel, akkor menjetek, jól fogjátok magatokat érezni. Ha sokat, akkor is. Jó hely, jó hangulat. Jó, szuper, nagyon köszönöm. Tényleg jó helyre küldünk ide. Köszi, Gerda, hogy minket hallgatsz. Oké, továbbra is hallgatok titeket. Szép napot mindenkinek. Ciao, hello, hello. Nem tudok rosszat mondani erről a helyről. Hát nem, most, most mondanám, hogy nem jó a kaját, de miért hazudják? Nem? Hát most igen, próbáltam valamit, de nem, egyszerűen nem lehet rajtuk fogást találni. Pedig te belekötöttél minden desszertbe, de, de igen, te aztán végigmentél ott a desszerten, de nem igen. Tudtak. Nem tudtak végül kifogni rajtad. Még a, már te nem tudtál rajtad. A budiba is szenzoros adagolója van, a, nem, a, azt hiszem a kézmosónak. Tehát, hogy nekem az egy élmény. Haza is vitted, nem? Így van, az első alkalommal nem is ettem. Semmit, csak benn voltam. Csak álltad. Egy év volt, mire megszoktad a fotocellát, mi? Nem értetted. Hát jó, furcsa. Kihúzogatja az ajtót. Csabi Kárdá, meg zenék? Köszönöm kérdéset. Beszéltetek arról, hogy az európai előadók nehezen boldogulnak Amerikában. De van a Saturdays nevű ír-brit lánycsapat, öt gyönyörű nő, ők most Sean Paul-lal közösen úgy döntöttek, hogy meghódítják Amerikát, ott jelent meg a legújabb maxiuk, aminek az a címe, hogy What About Us, és sikeres. És hát lesz nálam is. Mi a címe, What About Us? Igen. What About Us. Viszont Csabi, azt mindenképpen mondanám, hogy ha esetleg szombaton mennél majd a jövő héten oda futni, akkor egy picit többet kell várnod majd rám, meg Rollira. De lehet, mert, hogy így is be fogtok előbb érni, mint én. Feri, mi a recept? Várj, csak megvan. Ja, igen. Sáfrányos tajatelle. Nem. Nagyon szeves. Nyokkival. Már hónapok óta nincsenek ilyen ételek. Megirigyeltem a Király utcai kebabost, és meg akartam csinálni otthon, hogy van egy ilyen pörzsölő, a biciklikerékkel forgatok néhány szelet húst, de ez nem jött össze, de megoldottam. Na most lehet nekem tudsz jönni, kefta lesz. Hát végre! Múlhat úgy a vasárnap, hogy a háziasszonyok 80%-a csinálni fogják. De figyelj rám, csinálni fogják, mert ez ugyanaz a girosznak egy másik változata, de ugyanaz a gyorskaja, amit megvehetsz az utcán, csak otthon marha jó meg lehet csinálni. Minden boltba kapható minden alkatrész, úgyhogy kifogtam végre, veled. Végre egy kefta. Hát én hónapok óta figyelem mindig a Ferének a száját. Már azt hittem, hogy félre fogja érteni, hogy nyit, hogy mire formálja azokat. Van a köfte, azokat a kefta, meg az arab, érted? És ez függ be, de ugyanaz. Kefta. Tehát mintha giroszt csinálnál, csak azt nem tudod megvalósítani otthon. Azért dolgoztam ki egy elméletet, hogy hogy lehet jó meg. Jössz itt a rakott krumpli, meg zöld borsó. Volt az is. Hányan csaptak most a levegő, egy kefta. Egy jó kefta. Szereted a svéd húsgombócokat a boltba? Azt ettél már, ugye? Igen. Na, ez ugyanaz, csak az arab változat. Tehát semmi nincs, ez egy fasírt, akkor úgy mondom. Kis fasírt, na? Jó, nem, úgy? Én nem kérdeztem, kis egy kiírt. Egy halat kefta, utána meg egy pohár kefta. Na jó. Jönnek a szóvicek. Igen, menjünk el pihenni. Jó? Na, jó van, hajrá! Mi van? Kinyitott a cukrász? Nem, nem. Nem, glamour napok vannak. Rohannom kell. Hétvége van, mindenkinek nagyon jó hétvégét kívánunk. Vigyázzatok magatokra, jövünk hétfőn 6-kor. Szevasztok! Ciao, ciao.